life when it's fast route. Yeah, turn thoughts to a cash cow. I might flip that to the glass house. I don't need the accolades, I'm in love with the chase. I just wanna eat, save a spot at the table. Beast with the slap, hit myself on the map. You long with the wind, but we knowing that it's cap. 5-hour flights, couple nights at the flat. To be real, couldn't see me making moves while I'm at. I'm still on the grind, limit time when I chat. I'm burning down sage, keep the demons away. When I write it, give a piece of myself to the page. I don't do it for the praise, love, that's just how I'm made. See the truth in the glass in the mirror. Yeah. Trying to pass in the fear. You're the first one to talk, but the last one to hear. Eyes blurry, but I couldn't see the ass any clear. Damn. Start to feel like I'm on one. Settle in, I'll be here for the long run. I'm a slave for the cash. Got snakes in the grass. No brakes on the ad, but it's all fun. We done seen it all, heard it all. Heard enough, give me space before I murder y'all. 10 bad bitches here, I'ma curb them all. 12 missed calls, and I still made a curtain call. Here to light it up, lighten up. Hear them talking, they ain't right enough, tighten up. Everything that I came for, I left with. I don't bang sets, I just bang on the set list. Going past supper when I came for the breakfast. Put me in your prayers, I might put you on the guest list. Young niggas in the reckless. Gold in my soul, got the same on my necklace, bitch. Sziasztok! Sziasztok! Ez a fotelmenedzserek. Bizony. Iszonyatosan izgalmas időszakban. Akkor, amikor a Bajnokok Ligája és a Bajnokság hajrája következik, és még a Coppa Itáliában is állunk. Tudjátok? És az előző adás, ugye a Fekete Leves, az egy nagyon-nagyon kemény adás volt, mert kettő döntetlent is játszottunk. Egyrészt az Inter ellen a Coppa Itália elődöntőjében, másrészt a Frosinone-val, de azért az Atletico Madridot azt megvertük. Ott még jön a visszavágó, és elég szépen állunk a bajnokságban, vezetünk három ponttal, de kettő meccsel, igen, három pont, de kettő meccsel kevesebbet játszottunk, mint a második Napoli. Bizony, bizony. Szabi, jók vagyunk. Hát igen, nagyon jók vagyunk, de majd még most jön a lényeg, ugye. Majd brutális sorozat lesz. Szia mindenkinek itt a cseten. Két naponként játszunk. Azoknak is, akik utólag néznek minket, teljesen. Elnyom a szokásos, szia Balázs, szia Sándor, szia Gergely, szia Viktor Egri, szia Áron, szia Persze, szia Tamás, szia Dédé, természetesen szia Laci, papa, Márk, Áron, Misi, Krisztián, és csak egy megborult, aki hosszú után újra itt. Igen, és hosszú után újra itt köszöntünk akkor, és Csaba, neked is Zsolt is Mártyás. Felolvasod a kérdését? Gyula, és azt kérdezi, megborult a kérdését? Uh-huh. A Viktorhoz lenne egy kérdés, a brazil perszeknek, mi a véleménye az üzbék bajnokságban szereplő Nassaf Karsi, 29 éves brazil játékosáról. Uh-huh. Volt egyébként ez Csezina kérdés is, majd azt is ne feledd el, Viktorra. Most rámegyek a Nassaf Karsit, akkor Benz. Megnézem. Na jó, akkor itt addig tovább megyek, mit szólsz? De ez egy létező csapat egyébként? Vagy nem tudod? Te találtad ki, csak egy megborult. Nem tudod? Azt mondja a második edző, hogy dicsérjen meg Hölundot. Mindenképpen. Azt mondja, Nassaf Karsi. Uh-huh. Most játszottak az Al Ain-nal az ázsiai bajnokok ligájában, úgyhogy ez egy teljesen létező csapat. Meg dicsérjem őt is. Rámegyek, megnézem, hogy ki ez a gyerek. Nem, európai nyelven nem találok semmit. Azt mondja, players. Mit szeretné játszani a Lecce ellen? Ott van, Viktor da Silva. Egész pontosan. Most csak egy megborult kedvéért. Oppa-oppa. Hát, na, mik derülnek itt? Na most akkor ezt mindenki jegyezze meg, mert az élete következő szakaszában nyilván hasznát veszi majd az információnak,
De ez a Victor da Silva, a Nassaf Kársi játékosa, már ifi korában átköltözött Olaszországba, 15 éves korától Veronában a Chievónak az akadémiáján nevelkedett, aztán a Pescara, a Brescia, a Terrano, az Istra, a Perugia, a Lupa Roma, a Fermana, a Fano, a Virtus Verona játékosa is volt, mielőtt továbbállt Olaszországból 2020-ban. Na, én ezt tudtam, csak nem sejtettem. Na igen, és akkor Sándor kérdezi, bocsánat, hogy kézilabda kérdése zavaró, de Viktortól kérdezem, hogy mit hallott arról, hogy Imre Bence nagy valószínűséggel a Kielben folytatja jövőre. Hát erről én semmit nem hallottam, de nagyon jó lenne. Ez nagyon jó lenne. Ez egy valós hír? Honnan származik az információ? Elég soványak vagyunk körül. Üdvözletem, gondolom ma kerül eladásra a szingó. Hát remélem, hogy nem. Biztos, hogy nem kerül eladásra a szingó, április 10-én. De most látom, hogy megjelent egy cikk erről, hogy felfigyeltek Imre Bencére. Szerintem szingóról. Kiel sportigazgatója, ugye a Kielnek magyar sportigazgatója, Szilágyi Viktornak hívják. Szia, Boton! Tehát azért ez növeli az esélyét annak, hogy oda magyar játékos kerüljön. Meglátjuk. Jó lenne. A Cezénáról? A Cezénáról meg annyit, ugye? Mit tudunk a Cezénáról? Vezetik a szériacét, és veletlenek 10 meccs óta, vagy nem is tudom. Nagyon régóta. Novemberben kaptak ki utoljára, és annyira vezetik a csoportjukat, hogy 12 pont az előnyük a második helyezettel szemben a harmadosztályban. De a Cezénával kapcsolatban az élők érzett téged a Krisztián Spendiről. Igen, ő az, aki most termeli a gólokat. Ontja a gólokat. Igen, egy albán fiatalember. Nagyon félek tőle, hogy el fogják vinni, és a szériában... Brajának a haverja állítólag. Nagyon félek, mert kiemelkedő játékosnak tűnik azon a szinten. Ez olyan, mint amikor Angliában kint éltem, és valaki magyar volt, és én is magyar voltam, és akkor ismertek egymást. Ja. Persze. Mind a ketten albánok. Minden magyar is. Mind a ketten magyarok, persze ismerik egymást. Oké, ennyit tudok. Persze, kiemelkedő góllövő. Nagyon drága széria szinten azért érdekel. Abszolút, fiatal csatár. Hát gondolom, ő vele már akkor a széria bére terveznek. Igazából. Hát nagyon bízom benne, hogy nem akarják elvinni máshova. Mert a pénz azért még mindig nem nagyon van a Cezénánál, sajnos. De a szeretet és a barátság erejével. Hát a csapategység, kemény munka. Így van, fegyelem. A kemény munka. Meg hát... Na, akkor... Wunderkid? Tényleg, de a... Most a játékban... Nem majd megnézzük. Nézzünk rá. Most nem tudunk. Nem tudunk meg. Ezután ránézünk. Bocsánatot kérünk a sajtóműködtársait. A Lecséről kapcsolatban kérdeznek téged. A Lecse 5 meccses vereségi hullámban van. Éppen. Kikaptak az Atalantától, a Speciától, a Napolitól, a Torinótól és a Fiorentinától is. Hát magabiztosság. Megnyertük az előző 3 meccset a Lecce ellen. Csodálatos. 20. helyen állnak. Good chance. Ja, már 10 vereség. 10 vereségnél tartanak zsinórban. Ők az inverzeink. Ezt nem mondhatjuk az már. Nem lehet kemény meccs. Jó esélyünk van a győzelemre, igen. Title chase az Inter, ma a Milánnal játszanak, oké. Okay. De ők mitől title chase-et? A Coppa Italiában, vagy hol? Még izében van. Ja igen, azt nem mondta, hogy milyen title az. Hát, igen. A fair play title-ért mennek ők. Nem, nincs mit mondanom más az Inter meccséről, köszönöm szépen. Legutóbb az Atletico ellen jól játszott a csapat, valószínűleg ezt várod most is, hogy folytatódjon. Csak minden a kemény munkára vezethető vissza, ugye? A Cezéna esetében is, meg a mi esetünkben is. Csabi, ne is írj ilyeneket. Fradi meccsel kapcsolatban mit éreztek? Nagyon nehéz. Nagyon kemény lesz. Az egy nagyon kemény meccs lesz. Alex azt írja, hogy most fog megtörni mindkettő sorozat. Nagyon jó, köszönjük. Mármint szingó sérülése, és ja nem, hogy a Lecce vereségi, meg a mi győzelmi sorozatunk, értem. Okay, köszi. Okay, egyre több, DD egyre több néven írogat. Ugye? Igen, pozitív atmoszféra. Mindenki élvezi a munkát. Fú, de imádok jönni. Miért van a csapatodnak a legjobb támadó statisztikája bajnok? A kemény munkával kezdődik minden. Ez így van. Igazi cserseszomok leszünk itt a végén. Miért vagy ilyen jó idegenben mostanában, Viktor? Mert a stílusunk fekszik az idegenben. Tehát azt akarom, hogy a balról a második, a jó válasz, azt nem hiszem el. How important, mennyire fontos lesz a Szoboszlai Dominik
a meccshez való hozzáállásokban elég fontos lesz. Egy meccsnyerő játékos azért mindig fontos lesz számukra. Mert se, ugye most tele van a média azzal Angliában, hogy a Liverpoolnak milyen sok sérültje van, meg ilyenek. És kiraktak egy ilyen mémet az egyik ilyen, egyik legnagyobb ilyen sportújság azére, hogy a Wembley azt fontolgatja, hogy vörösre festik azt az ívet a meccs alatt, amíg a döntőben, a Liverpool döntőben. Hogy, mert ugye a Liverpool az első csapat, ahol sérülések vannak egy döntő előtt a világon, tehát mert annyira tudod, annyira sírnak miatt. Mondjuk most már Szala megadom, hogyha Szala sincsen, az mi volt? Az, hát mi volt több, több időt kell adni a goal 50, ki legyen a goal 50, nem tudom, ez a goal 50 az mit tud, de mi játékosunk nincsen. No úgy, comment. Hogy... Akkor nem érdekel. Azt hittem a Rodrigo-t fogod mondani, mert brazil. Nem. Jó. Szia Ákos. Na. Srácok, remélem mindenki nekünk drukkol. Persze. Ugye? Schedule positive development-et végez. Na. És mi csak 20 éves? Úristen. És van egy-két 16-os. Aki egyébként nézi a Zealand nevű streamert, az tudhatja, hogy a Schedule az ő csapatában is a Saint-Étienne-ben huszárkodik éppen. Igen, és ott is, jó. Ott is jó. Igen, igen. Ja, várjál, izé volt. Nagyon nagy étel volt. Dicsérgetni kell. Lecse előtt muszáj. Igen, igen, pontos. Igen. Igen. Nem volt 10-es érzés, csak 970, hát gyerekek. Fáradunk, srácok. Fatikanti leadott a 10-esből, a múltkor 10-es volt, nem tudom hányszor. Igen, visszaesett. Majd nézzük meg ezt a Cezénában lévő igen. Albán gyereket. Dr. Albánt. Mi a neve? Spendi. Spendi vagy? Spendi. Spendi. Spendi, oké. Spendi. Lehet, hogy azonnal idehozzuk. Nem, hát nem vagyok benne biztos. Lehet, hogyha mondjuk összehasonlítjuk a Skjeldével, akkor nem tűnik meg hát annyira jónak. Hát ha mondjuk. Spendi. Krisztián. Hát a fejben van, kérlek szépen. De ez olasz, nem Albán. Dr. Albán. Albán papírős van? Hát van bizony. Albán. Kapott ezek szerint már olasz állapotot. Volt három olasz Albán válogatott, de azóta már kétszer, de már 21 már olasz válogatott. Az olaszok akkor, lecsaptak rá. Akkor lecsaptak rá. Akkor viszont az komoly történet. Let's go to ők ilyen. Baj nem lehet. Hát amúgy hány éves 21? Hát figyelj, azért az ára az elég komoly, ahhoz igen. Képest, hogy harmadosztályban játszik. Tőle már 21 éves. 17 éves lenne ennyi az ára, akkor azt mondom, hogy... Köszi, egy megborult. De csak, hogyha dél-amerikai... De csak, hogyha dél-koreai vont kell fizetnem érte, akkor veszük meg. Juventus küldött a Süd Tirolt. Igen, szegények. Napoli botolhatna a Bolognánál is, nem? Hajrá Bologna. Az jó csapat. Hajrá Bologna. Mindig is szerettem őket. Na, az a helyzet, hogy pár nap múlva Atletico Madrid elleni visszavágó. Igen. Ha Ölund, azt eleve ki is venném, mert... A játékosaink még... fáradtak. Igen. Mukókát betoljuk előre, nem? De. Giovanni nincsen sajnos. Kit tegyünk jobb előre? Alatsz kell, de rúgás teljesen kész. Teljesen kész van mindenki. Ez nem néz ki jól. Öt védőset kell játszani. Öt védő? Nincsen, abban nincsen szélső. Hát jó, de... Csak akkor így meg két csatárunk. Honnan lesz két csatárunk? Hát nézzünk szét az U20-ba. Nézzük? Van valami ígéretes? Ez 7-26-ot játszott most a U20. Misitano. Oké. Okay. De úgy is sérült, úgy jutok mindegy. Van ez a Luka Mlakar. Szlovén gyerek. Szlovén 18 éves srác. 13-as finishinggel. Hát vagy azt csináljuk, hogy így nyomunk egy ilyet. Tudod, ez a... Igen. Ez a régi... Jó. Haló. Igen, hogy két... Hallod? Két támogatója van a csatárnak. Hát csinálhatjuk ezt, de ott is meg kéne találni, ki az, aki egyáltalán fizikálisan vállalni tudja a meccset, gyerekek. Hozzuk vissza Endrikit a vezetőn. Most rögtön. Tényleg azt akartam kérdezni, ha már itt beszélgetünk így dolgokról, hogy Mbappé ugye egyre hangosabb a Mbappé Real Madrid. Igen, az már nagyon ott, hangos. Ott ő hol fog játszani? Mert akkor, tehát az Endrikinek hány perce lesz játékperce? Nem, már most azt olvastam, hogy az Endrikit egyből, mikor nem viszik Madridba nyáron,
az Mbappé megy, hanem ott marad 2024 végéig a Palmeirasnál, ahol legalább nyilvánvalóan játszani fog. Értem. Akkor ezzel meg is oldott a probléma, mi? Szingót pihentetni akarjuk, nem? De. De, muszáj. Akkor minden játékos, minden kezdőjátékosunk sárga. Fia, védelembe be tudjuk tenni a Coppola, Solé, Nianzu 3-ast. Tehát ott az nem, hát azért nem rossz. Solinak nagyon nagy meccs hiánya van, de nem baj. Igen. Bove mindenki, Bove, Türam mindenki. Türam. Na. Szoboszlai ugye nem játszott, mert még most sem is a sérülésből. Igen. És akkor mi tudunk egy Asensiót. Asensiót, jó, és Mukoko elől. És Mukoko elől, ennyi, ezt tudjuk csinálni. És így Nagalu van itt, ugye. Igen, de a többieket tegyük be cserének, tudod, Szabi. Befogom, most igen. legyenek cserének. Most jó is, hogy mondod, mert ezt akkor igen is mondtam. Szóval nem nagyon van fickálni az lehetőségünk. Igen, szép lenne Endrik jönne a Fradiba a valóságban is. Gyerekek. Végülis most is zöldben játszik. Át se kell öltöznie. Igen, így csinálom. Oliver, gyakorlatilag mindenről lemaradtál. Még nem maradtál semmiről, Oliver. Na higgyél Viktornak. Na jó, akkor menjen így. Hát, most mit tudunk csinálni? A kapuba akarod menetet, vagy maradhat a kizsirek? Maradjon. Mi van a fitnessében? Hát, mert nincs meccs. Sérült volt még most, ugye. Nem baj. Nem. Fontos az első gól, igen, DD, köszönjük. Reasonable left footja van Szolénak. Neki is az van, kitalálom, hogy a Kopolának is az lesz. Jó. Akkor tök mindenki valahol. Igen. Úgyhogy ezt a Ten Hag szereti ezt. Nagalo offended, nem szeret ott játszani, ahol overraktuk. Jobb hátér, de nem szeret jobb oldali wingbacket játszani. De most ezzel mit csináljunk? Nianzu starting is a terrible call. Igen. Ezért nem szeretnek a nézők. Média. Ezért nem szeretnek minket a nézők. Hopp. Szabi. Ha. Honnan van ez a festéked? Elképesztő. Mostanában jó volt rá. Ez igaz. Beszélhetünk taktikáról, szisztémáról, de a végén úgyis minden a kemény munkára vezethető vissza. Nem, Szabi? Én is mindig ezt mondom. Hát, ha a gólokat lősz, akkor mindig jó esélyed van arra, hogy elérd a céljaidat. Mennyire nehéz a mostani meccsek listája? Hard run. De biztos megteszünk. Vagyok benne, hogy igen. De mindent megteszünk, és ezt a meccset le kell hoznunk győzelemmel, Szabi. Hát ezt, igen. Tehát ez a Lecce, azt nem lehet egyszerűen másod. Kicsit tartalékosak vagyunk. Nagyon tartalékosak vagyunk. Nagyon. Kicsit nagyon. Szép a tabella egyébként. Az eleje meg a vége. Nem bántam volna, hogyha kikapunk az Intertől 5-0-ra mondjuk a meccsen. A kupában mi? Hát de most nem treble-re törünk? De. Hát ahhoz kicsit soványan. Igen, meg kéne egy 10 játékos. Hát kéne egy csat, de amúgy meg nem, mert amúgy meg egy csatára játszunk. Igen, szóval igen. Ahhoz meg van kettő, sőt három, mert Skedrug. Igazából szés, a Giovanni sérülése nem jött jól. Igen, az baj. Hogy mikor jön jól a sérülés. Az szép. Nagy labda. És nem is tudom, Dominik. Hogy szegény Giovannival mi lesz így, hogy nem kapja a meccspénzt. Mert nem játszik. Tud enni? Remélem a srácok közül kölcsön. Valaki visz neki a kér kölcsön. Kaját. Türám, Asensio nagyon nagy. Legalább mozdulj már meg. Okay. Ez egy... Ez egy hosszú jelenet. Kiállítják. Igen. Legalább úgy is kiállítják, hogy nála van a labda. Ez az világon először. Jó. És mi lesz belőle, srácok? Mit építünk? Azt a... Gyönyörű háromszögelések, de mit csinálunk, gyerekek? Hova megyünk? Nem tudjuk feltörni ezt. Lesz ebből valami? Ezt a Lecce, nagyon szervezett midblockot nem tudjuk feltörni egyelőre. Eddig jó. Ha, ott a Nagalu. Ott, ez az, tessék. Lecce, Nagalu. Jó, hát ez nem egy szingó. Visszafordította a Nagalu. Ott volt előtte az egész pálya. Az szép. Nem, szerintem nem, be kell lőni. Nézzük. Lesz. Én megadnám. Te igen, de lesz volt. Állj, de kár. Én is megadnám, de lesz volt sajnos. Góó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 ó
Már kombinálom. Nagyon jól tudod kombinálni már a hangokat. Na, egy jó dobás. Ebből kell építkeznünk. Vagy egy rossz, csak legyen belőle gól. Dominik, nagyon szép. Ugyan távoli, bomba! Már volt egy lövésünk. Tessék. Eléggé semmilyen a játékunk egy ilyen csapat ellen. Majd a fél időben behozunk mindenkit, aki gólt tud lőni, és akkor megoldódik a probléma. Már volt két lövésünk. Ajaj. Ez mi, Szabi? Hát... Na. Szöglet gól. Pontrúgás az megoldás lehet egy ilyen mélyen védekező csapat ellen. Szoboszlai. Kaput nem találtunk. Még nem. Az első fél időben. Lassan. Azért az egy ilyen csapat ellen elég ciki. 4 lövés, 0-50-es XG. Hát... Láttunk már ennél jobb meccset is. Várjál, a végén, az utolsó pillanatban... Na, és az 0,02-es. Egy 0,02-esből eltaláltuk a kaput. Hazagúrította. Na. Far from please. Igen, igen, abszolút. Abszolút. Akarunk váltani valamit, hogy... Adunk egy 15 percet így a srácoknak, jó? Lesz, Ádám, lesz jövő héttől, lesz újra, csak a BL heteken azok, ha nagyon sűrű nekem a program. Igen. Képzeljétek el, Szabival éjfél után fejeztük be még a Sipszó után. Éjfél után. Ugye? Igen. Úgy volt. És én még utána... Galán megsérült. Nincs gond az étrendjükkel. Azzal van gond, hogy kell szingó jobb oldalra, és már is megoldódik minden. Uh-huh. Most komolyan? Igen, azt a mekkora gólt lőtt Tomás Pozzo. Jó, nem várunk tovább. Jó, most mit csináljunk? Két csatár? Nem tudunk csinálni. Két csatár? Van nem, két csatárunk? Álljunk át a 4-2-3-1. Azt próbáljuk? Jó. 4-2-3-1. Oké. Okay. Türán vissza. Coppolát hozzuk le? Vagy a... Nem. Hopp. A Solét fogjuk lehozni. Először is Nagalo helyett Szingó. Igen. Igen. Nem support. Oké. Okay. Ugye Galán sérült. Behozzuk a Bádét? Nem tudom. De a Szkiádét be kell hoznunk, a Szoboszlait betesszük középre, nem? Igen. Szkiáde így. És előre hát a Hölgyundot? Igen. Már így gondoltam. Ez... Akkor maradjon még Galán? Még maradjon. Nézzük meg így. És próbáljuk meg jobb oldalra szervezni a támadásokat. Aztán... Szingónál. Hát látod itt... Mert a múltkor nem igen, játszott. A múltkor nem játszott. Amikor legutóbb beszéltettük. És egy kicsit növeljük a tempót. Az már majdnem maxon van így. Akkor ne növeljük. Csak attakra tettem. Jó, oké. Okay. Attackra tettem. Nézzük attack. Meg. Attack, attack. Attackra tettem őket. Sajnos nem tudok erről, Ricardo Solbesről nem tudok. De majd utána nézek. Hogy tud a Lecce ekkora gólt lőni ellenünk, amúgy az olyan vicces. A Richarlisonnak meg nagyon, nagyon örülök. Hát Coppola mit csinált ott? Tehát, tudod mit? De pont amit tegnap a Rákmáni csinálta. Pont. Ugyanezt. Így szépen kilépett és maga mögött ott hagyta a csatárt, igen. A Lewandowskit. Ott meg ezt a Pozzót. Ilyen ez. Első lövésük, első gól. Tessék. Hát effektív hát meg kell lenni. Hát ez nem, játszák. Nem is értem magunkat. Minek lődözünk? Akkor kell lőni a gólt. Tudod, vicces, hogy behoztunk új embereket, és ugyanolyan fáradtak, mint akik a pályán vannak. Hát sajnos. Nem csodálkozom. Türem kapott egy sárgát. Hát az, nem söpörtük el az ellenfelet egyelőre. Egyelőre nem. Baskirotto. Nézd meg. Mit csinál? Ezek... Biztos lesz a 20. helyezet ellen lesznek az első vereségünk. Ott az kell, de... Jó. Azt hittem már halott, de még nem. Ez szörnyű. Ez viszont nagyon jó. Aj, de csodálatos gól! Micsoda játék volt? Köszönjük Falconének. Ez kell, de hibátlan beívelése kellett hozzá. Az kellett hozzá. Meg azt, hogy a kapus odaüsse Höylund fejére a labdát, aki aztán szájba fejeje a védőt. De várj, nem elesett, igen. Majdnem megölték gyakorlatilag, szóval. Galán elég rottyon van, igen. Én is behoznám hozzuk Baldét. Hozzuk le, igen. Persze. Jön egy Baldé. Igazából azt akartam mondani, hogy mivel Baldé is támadón van most itt, én ezt kivenném. Csak jó, ugye jó.
Most is a bal oldalról ment az akció. Igen. Fú, hogy néznek ki a szívecskék. Ne nézz oda. Ne nézz rájuk. Pellegrinit még behoznám meg, Cristantét. Jó. De várj, annyi sereg nincs. Már szerintem négyet cseréltünk. Igen, akkor Pellegrinit hozzám Szoboszlai helyet. Jó. Vagy az Asensio, hogy néz ki? Mindegy, Szoboszlai helyet jöjjön. Nincs a klubszésünk. Igen. És azt kell csinálni szerintem, hogy ott a Kingsfield-dal átváltunk, ezek feljönnek ide. Ez már így aztán tényleg... Hú, gyerekek. Hát ez egy ilyen nehéz meccs lesz ebből, Szabi. Na, mindegy. Hát hol, hogy történik ez? Ez a Lecce. Mi meg a Róma vagyunk. Most elvesszük és kukingolunk, figyelj. Nem. Most vedd el. Az kapus, ezt meg lehet zavarni, láthattuk a gólnál is. Megzavarja magát. Spori amúgy itt szokott helyezkedni szerinted, amikor itt van a labda? Ezért? Csak kérdezem, hogy sétálgat a védelmi vonalon. Na. Jó, közel lesz ez a gól. Ez mi volt? Ez mi? És így a miénk? Nem a miénk. Ez mi? Hogy adtuk el ezt a labdát, gyerekek? Mi van az agyatokkal? Hát az nem meg... Hány száz méteres lesold? De most indíthattunk volna egy jó támadást, erre eladtuk a teljesen érthetetlen módon. Szingó, te előre mozogjál, ne befele itt. Na, Türán, gyerünk! Skeldinho. Szép. Add be. Na, add be. Jó. Tovább el fogja lőni. Szöglet? Ó, érett a kapus. Igen. Jó lövés volt. Jó lövés, bedobás. Ők is tűz után néztek? Hát ez elég baj. Úgy néz ki. Az a beadás. Még egy szöglet, nem, Spori? 11-es? Egy 11-est kéne kapnunk már. Tessék. Kell tudom, hogy egy türemot, de hát ez van. Muszáj. Jó, most már nagyon nagy a fölényünk. Úristen, mi az meg minket. Akit kikköveteltek a teremtőből. Igen. Mit csináljak? Vissza vagyunk? Mit írtál? Jaj, nem igaz, ugye M. Csabi, hogy Szingó húzza a lábát. Ilyet nem akarok látni. Vegyünk vissza a tempóból, nem? Mit gondolsz? Most ezt a jelenetet várjuk meg. Megnézem. Hőnünk még nem lőtt gólt, úgyhogy még ő tartozik egyet. Most. Miénk? Az a miénk. Bove erre szép. Oké, nyugi. Jó, gyorsabban visszaindítottam. Ott a Szingó. A Szingó láthatatlan, gyerekek? Tényleg a Szingó nem kap paszt. Jó, azt hiszem, hogy inkább lefutja, mint egy előre paszt. Igen. Jó, addig jó. Oké, mi lesz? Fog előni, mindig előre. Nem. Azaz, kész, visszavettünk. Mekkora gól! Visszavettünk, jó? Hát most már igen. Szabi. Most már jó, igen. Niánzú csak az esti csat ismétlést nézte, és időben lefeküdt a többiekkel szemben, ezért tud gólt szerezni. Ez Norbert megfejtése. Értem. Jó. Lehet benne valami. De most csat kettő volt, nem? Nem. Kedden nem. Csat van. Az ismétlése még nem tudom. Még a végén azt mondani, hogy nem nézem. Azért nem tudom. Na. 1-3. Szép. Így kell megfordítani egy meccset egy ekkora ellenfél ellen. A more expressive mindig van nyomonál. Mindig expressziak vagyunk. Abszolút. Ilyen játékosokkal? Hát. Nem. Az szép volt, Türem. Kedden van csat, de ma csütörtökön. Tegnap meg szerda volt. Igen, de az ismétlés az lehet, hogy szerda. Ja, az ismétlés is nézve. Ismétlés nézve. Látod? Értem. Mi van, fiúk? Nem tudtok leállni? Nálunk szerdánként csit van, nem csat. Csicsat. Jó, elég. Csidi, bang, bang. De figyelj, túl sok a jelenet. Ezt már nem akartam. Láttam, hogy extendiden vagyunk most. Lehet, hogy ez a key highlights van benne. És meg akartam nézni, hogy muzsikál a csapat a csedék után. Csoda. Ölünk még akar egy gólt tűnni, meg legyen a 30-as gólja. Az, Skelde? Most begurítja a Skelde neki. De ezt a jó poén volt. Mekkorát fogott a fákról. Nagyon jó kapus. Skandinávokon szedik egymást. Ott. Spori. Nem kellett volna 11-es kapni? Azt mondják az okosok, hogy ezt, hogy amikor így elmennek ketten, és hogy bepasszolják neki üresbe, vagy nem, vagy ellövi, ez a teamwork-től függ, hogy mennyire teamwork-je.
És most azt kellene akkor nézni a teamworkét, kiáncsolj. Persze akkor sem mindig csinálja, csak hogy az befolyásolja, hogy minél magasabb a teamworkja, annál többször passzolja a helyzetben inkább, mint egy lőni. Türem 7-8-ra játszik. Türem jól játszik. Most azt nem tudom, és viszont, hogy az Atletico ellen mi, ki fog játszani. Hát azt én se. Hullafáradt mindenki. Zani Machia. Baskirotto. Baskirotto. Na jó, jó, jó. Fújjuk lesporítva. Dédé, szerintem egy egyenlítő gól les volt, megnézzük, esküszöm. Megnézzük a gólt. Egyébként szerintem is. Igen, ami egyenlítő gólunk les volt. Szerintem úgy vette, hogy védőről pattant a labda, nem? Szerintem is les volt. Igaza van Dédé. De nem védőről pattant a labda? Nem. Majd mindjárt megnézzük. Várj, hogy kell ezt megnézni? Így. Ugye? Ez. Figyelek. Ez volt a les? Igen, ez. Szerintem erre gondoltok, mint les? Igen, igen. Én nekem ez volt a gyanúm, hogy... Hát nem. Nem. Most... Bakker. Most azt mondom, hogy nem. De én is úgy láttam élőben. Kicsit túlságosan visszamentem. Igen, visszamentem meccs elejére. Ez meg a vége. Az. Ez az indítás. Nem. Pont nem tudom megállítani. De nem. Ez az indítás. Nem. Vagy... Hát itt már hagyta a lábát, szóval... Igen, igen, igen. És itt közelebb van a fűnyírása alapján a védő, mint az kell, de... Nem hallod. Most lövi. Á! Szerintem közelebb. Nézd meg a távolsága vonaltól a védő lábánál, az sokkal nagyobb, mint az kell, de... Vállánál. Hát nem tudom. Ugye neki is a hátsóban van hátrébb, vagy a vállal? Hát, hogy vagy, hát ott nem tudom. Jó, nem volt les. Nem volt les. Nem, egy vonal. DD egy vonal. Most kivonalasztuk. Teljesen szabályos. Két nap pihenő gyerekek. Hát mi lesz velünk? És közben utazni kell Madridba. Hát annyira ki lesz. Ajajaj. Ajajaj. Talán három nap. Na, az Európa Liga megvan. Gratulálunk. Nincs taps, kivettem. Ah, akkor síp. Taps helyett. Jó. Igen. De az nem, de... A játékosoknak örülök, de most tényleg most egy ilyen gyenge játékosokkal operáló edzőt most alázzam, hogy lemeccseltem. Hát most... Fúj, még wingbacket látni magam. Tremendously versatile player. De nagyon, nagyon sok, és imádja is játszani. Igen, elmondta nekünk az öltözőben. Így van. Uh-huh. Hát igen, úgy érzem, hogy ez adja a legjobb esélyt nekünk, ez. Nem? Nem. Ez. Hagyjál már, megalóval! Igen, a csapat tud-e belőle profitálni, ez a lényeg. Hát persze! Támadni akarok, és gólokat lőni. Így van. Egyébként ez nem volt egy rossz ötlet, amit mondott itt, valaki írta, hogy most berakhatnánk két rezdi, de ez amúgy is lesz, nem vannak. Recovery van, meg rest van nekik. Meg utazás. Ja, nem, ma edzésük van amúgy. Ja, routines van, team izéjük van, nem tudom. Nem hiszem. Hogy berakjam, akik nagyon fáradtak, berakjam izére őket? Restre? Ja. Betehetjük. Vagy csináljuk azt. Milyen nap van ma, hol vagyunk? 12-e van. Ne? Ja igen, most sem. Itt recovery van, meg rest. Ezt kivehetjük és adhatok nekik restet. Igen, igen, igen. Szerintem adjunk azt. Most a possession-t hagyjuk a fenébe. Most tudom, hogy hol van a rest. Aló, itt van, várjál. Rest. Rest. Aztán travel van, match focus van és rest. Jó, hát akkor ez ennyi, tehát ennél többet nem tudunk csinálni. Mert itt meg, itt travel van és recovery, az meg kell nekik. Szingulnak egy hard edzést. Jó, beleférne. Ő bírná. Jó, de értem Imre, de nem tréningelnek így, hogyha nincs nekik tréning. Most az, hogy az én a mi az? A recovery-t azt meg kell csinálják mindenképpen.
Igen, az még segít meg is. Az nulla, izé, az nulla, tehát itt van, hogy mennyire vannak igénybe véve aznap. Most kaptak egy extra restet ott. Hétfőre. Legalább az Inter kapjon ki, vagy a, igen, inkább a Milán nyerjen, nem? Szerintem az Inter az nekünk már mindegy. Én még mindig félek tőlük. Nyertek egy. Nyert az Inter. Ja. Ott vannak 6 ponttal mögöttünk. Igaz, hogy 2 meccset többet játszottak. Viszont ugye Milán már tényleg kiszállt, még eddig is ki volt szállva, de... 33 szobak már nem leszünk. Az biztos. Mondhatjuk. Ami a Rómának elég nagy eredmény ma alapból. Jaj, a rens. Ú, gyerekek. Ú, gyerekek. Mit akartok? Elérkeztünk a címhez. Hiszünk magunkban. Persze. Jubilant. Nagyon vidám, most azért Mourinho ellen. Ja, mert most ők is bejutottak a kontinentális kupával. Az ő vívmányaikról mi a véleményem? Hát... Gratulálom, Gratulálom Zsuzsinak. Tényleg? Nobody deserves it more than him. Senki nem érdemli meg annyira, mint ő. A labdarúgás egyik legjobbja. És a meccs után gratulálok majd neki. Ezt biztos, hogy nem mondjuk. Nem. Még jobbat mondunk? Hát gratulálok neki, nagyszerű munkát végez, de azért remélem, hogy kedden de azt mondom, elkapjuk. De rare bad day-t mondunk, ami azt igen. Jelenti, hogy nitkán van neki. Oké. Okay. Hát, de tényleg ez van. Hát... Hőludról mit gondolsz? A zseni. Azt mondja, hogy fihentetve lesz az előtt, de hogy lesz. Rasmus egy fontos, igen, igen. Igen, az igen. Kaphat, Hőrendel, de az előtt nem lesz fihentetve. Lorenzo Pellegrini-szerű játékosok amennyire fontosak, akik technikailag és mentálisan is. Integrál. Mindent, igen, igen. Nagyon. Manager dream. Manager's dream. Oh. Ez mi? Ez a profit loss. Hát költöttünk egy kis lét, ugye? Ne szórakozzanak már. Ja, nem probléma nincsen. Jól állunk pénzügyileg. Hát rakás lóvénk van, hát eladtunk játékosokat. Igen. Skeldrup a tippelnek, mint best player. Azért az szép, az szép. Az szép. Körülünk meg a felnőttek között lesz. Galán és Gomes készen állnak a meccsre. Na nézzük, hát Baldi. Úgyhogy Baldi csak egy fieldot játszott. És a Skelde sincs teljesen. Jó, nem baj, nem érdekel, ez van. Na, mit játszunk a idegenben? Három védős, két csatáros. Tudjuk? Van két csatárunk? Hát ez kell, de meg az izé van. Mukóka? Hát Mukóka én a padon? Én Skeldrup, igen, gondoltam. És akkor be tudjuk még a Mukókát nagy pluszba ezt, hozni. Ezt, ha ezt nem javítják ki a következőre, akkor betelefonálok. És ki legyen mögöttük? Szerintem Pellegrini. Na minden esetre, vagy azt csináljuk, hogy az idő ott, akik mit fél a support, ez egy DLP defend, és van ebben, és akkor a DLP-nk az ugye... Az a Cristante, igen, az teljesen fogás. Biztos, igen. Mellette Fatikanti, aki szintén pihent. Igen. Ugye nyilván jobb oldalon a szingó lesz. Hát a szingó, az nem lehet kérdés. A Bádét be kell tenni hiába. Igen, a Bádét be kell tennünk, mert ez van. Jó, igen. És akkor Pellegrinit berakjuk, és majd Szoboszlai beáll, mert ő még fáradt kább a Szoboszlai. És hát még ott van az Asensio is, ha kell. Hölund, Skelde. Hölund, Skelde, rendben. Oké. Okay. És akkor a három védőnk, az ugye az Ibanez meg a Todibó pihent eleve, és a harmadik pedig a Coppola, nem? Van erre? Jó. Coppola. Vagy a Nianzut tegyük? Vagy a Nianzut, igen. Melyik legyen? Technikásabb a Coppola, fejben jobb a Nianzut. A Nianzut tenném be. Tehát itt azért fizikálisan egy picit jobb, meg mentálisan jobb, itt most ez a legfontosabb nekem. Mondjuk a flairja a legjobb, ami nagyon kell egy védőnek. Dekázik majd az ötösön. Nem baj. Jó, várjál. Megöltük a vonalat. Akkor vonal. A vonal az mindent felülír. A vonal az, hát ne viccelj. A vonal az nagyon fontos.
Ez muszáj. Te hallod, Norbert, egyik se, kösz. Keresztrejtvényeket gyorsabban oldja meg Nianzu? Ez így van, Marzan. Ez így van. Fú, ez most egy nagyon... Raktam be cseréket, de azért elmondtam. Igazából a presztízs miatt fontos annyira a Mourinhoval szembeni presztízs. Mert utána Real jön, azt úgyis kiütjük. Ha innen tovább megyünk, nem? Tehát a igen, döntő már megvan. Ha innen tovább megyünk, akkor megvan a döntő. Hát szétverjük. Nincs rendrikiük, nálunk van. Kvázi. Kvázi, igen. Elvettük a legjobbjukat. Múltkor betették a bogarat a fülembe. A floatitkor, igen, az most már... Az jó így. Jó, maradunk hátul viszonylag? Jó. Hát közé, midblockban vagyunk, ugye. Höylund és Szingó 4,5. Még azon gondolkozom, hogy működne a Höylund deep line forwardnek, és ne kezdjünk-e így. Makokó nem emegy el egy gyors tizével. Hogy az elején építsünk, de az elején nem fog kitámadni az ellenfél, hogy sok helyünk hát, legyen. De kell neki gól. Ismerve a Mourinhót. Hát de gól kell majd neki. A végén kell nekik. Na jó, mindegy. Ha addig nem vezetnek, nem de fognak. Mert... Hát nyilván. De akkor menjen így. Hát csináljuk így. Egy jó 0-0 az jó lenne. Kylo-t bévjen be? Nem igaz, DD, nem mondok le, ha kiesünk. Ha egy játékos kiharapja a labdát és ezzel megöli a játékot, az sárga lap? Mert Kylo-t akkor hamar kiszórnák. De legalább megölni a játékot. Ez biztos. Nekik is többség van nekünk. Ki ez a Camello? Szerfé. Hol van Grizzly? Grizzly már nincs a izénél? De mintha játszott volna, nem? Média, gondolom. Média. Adtak el nekem egy kis izé, meg a... Jó. Akkor most mászt is megnyomom. Jó. Oh, jó. Mindenki motivált. Legutóbb a legsebb impresszív volt, hát a második fél időben igen. Jó, minden meccsen jól akarunk játszani. Remélem, hogy a csapat is ma is képes lesz termelni gólokat? Ha azon a szinten játszunk, amit tudom, hogy tudunk, akkor... Different system today. Miért? Majd a meccs után beszélünk taktikára. Zene. Ha idén kapunk egy ajánlatot a standardból, akkor... Én maradnék a Rómánál. Fabi nem tudjuk is, hogy azt megnyerik a bélet, hanem. Szabinak csak ilyen legény bajsz nő maximum. Ha azt gondolod, hegykebe jussz alatt, akkor végül is tudok, igen. Majd ha felnőtt lesz, ha eléri azt a kort Szabi... A pubertást. A pubertást, azon már túl vagy, nem? Az hát, nem tudom, bajsz nem tudok nevetni. Ez nagyon nagy játék eddig. Már meg vannak zavarodva. Tessék. Feketében vagyunk. Szép gyerekek, szép! Okos! Ott van José. Ott áll. Uh-huh. Zingó. Uff, már betette középre. De röviden gyertek. Ez nem tűnt floatit rossznak, amúgy megmondom őszintén. Nem. A szép! De Rens volt, aki a rövidnél megszerezte a labdát. Rens az a mumus. Itt középső védő. Mondjuk legalább a védelmet pihentettük, szóval gót nem nagyon kéne kapnunk, ugye? Igen. Úgy nagy labda. Höylund! Barátocskám! Hát ezt kell belőni! Hogy lesz így meg a 35 gól? Ez csak 0,18-as volt? Nem tudom. Ez szétönnek éreztem. Legalább egy 0,40-nek éreztem azért. Én is. Hát ez óriási helyzet volt. Mukiele? Szóval mit keres itt? Nem tudom. Nagyon gyors gyerek a Mukiele. Kicsit megfutotta a szélünket. Igen. Ez mi? Ez az megpattant lövés. Ez most ez kettő, ez lövés, volt, kettő ilyen veszélyes lövésük volt? Csoda volt, hogy odaért. Höylund. Szóval... Nem tudom, mit mondjak. Ez kell, de szép. Mi történik? Valaki kiszabadítson fel. Most már legyen vége. Elég volt ebből a jelenetből. Rendező. Okay. Újabb jelenet. Te figyelj, ezek nagyon jönnek. Igen. Vagy most ebből mi szerzünk labdát? Azon gondolkozom,
Mindjárt megbeszéljük. És azt megvárom, mi történt. Én itt! Hogy... Szóval, az a baj, hogy a Muki, ugye a Muki ele... Hol van a Muki ele? Ők is ezt játsszák. Tehát akkor, az csak, akkor nem, akkor nem. Akkor én azt hittem, hogy ez azért hát, van, mert... Náluk hátul van a középpályás, és nem elő. Hát ez a... Tudod, hogy általam ez a preferált. Az játsszák. Figyelj, megcsináljuk. De nem, én azt akarom csinálni, hogy ezt... Jobb oldalon, szing oldalon. És ide most egyelőre berakunk egy supportot. Csak azért, mert ő is wide center-ek, tehát ő is megy. Igen, nem igen. Nem megy, de érted? Jó. Figyelj, ne hozzuk vissza a középpályásainkat mi is. Hogy így? Uh-huh. Ugyanazt a középpályát, mint ők? Uh-huh. Mondjuk így? Uh-huh. Jó. Próbáljuk meg, mert most nagyon... Nem tudtuk mit kezdeni ezzel, ahogy felálltak. A Muki elével sem. Kicsit lehet, hogy túlreagáljuk. Mint hogyha fölényben lettek volna. Most már percek óta egyfolytában helyzeteik vannak, meg szögleteik. Volt 3 lövésük másfél perc alatt. Most... De közel van. Most ebből... Nem volt meg. Az oblak mekkorát fogott, de ezt be kell lőni, Höjlund, ezt be kell lőni. Szerezünk itt egy labdát. Na, az a terv. Szerezzünk egy labdát. Rensce. Lemár. Lemár. Hát nem már. Simán kihozták. Ó, bakker. Az nem volt les. Jó, de les volt. Azért mondom, de már is offside. Ez is lesz. Nem, ez szöglet. Ez egy óriási védés volt. Fú, gyerekek. Hát itt mi van? Mourinho, de várjál, de Mourinho, ez nem a Mourinho. Ez a Mourinho éjjel. Tehát ez nem a Mourinho. Les. Les. Igen. Jaj. Ez mi? Igen. Nyugodjunk meg, valami nem tudunk bekiabálni, hogy be quiet. Be quiet. calm down. Nyugodjatok meg, srácok, semmi, volt 8 lövésük. 15 perc alatt. Szép. Ott a Baldé, így van. Jó, tedd be közé. Amúgy ők is hátul vannak, nem 2 ember, 3 emberrel támadnak le. Igen. 5-öt. Szóval nem. Nem az van, hogy nagy nyomás alá helyeznek minket, Na! Blokkolt a Jimenez. Igen. Az hogy bent oda a balkalszére? Hát ez nagyon nagy helyzet volt. Megint. Ibanez? Nem. Nem Ibanez. Az nagy labda, Skelde. Nem volt les. Nem volt mégsem nagy labda. Túl nagy labda volt. Igen. Elméretezett. Jó, szoríts ki! Jó, persze, hagyjuk már. Persze. Nem rossz. Nem rossz. Csak sokan nem vannak ott vonalban. De nem lépnek fel az embereinkre. Igen. Szóval nem értem, hogy miért szemben. Simán át kéne hozni. Igen, ezt mondom. Mondom, simán át kéne hozni. De nem kellett volna őket pihentetni? Lehet ellen is játszani? Ott, les határ volt! Nem les! Nem! Jó van, most már nekünk is volt. Hát a Hőnónak volt egy pár. Megint lövésre, mindig ezt csinálják. Oké. Milyen, gyerünk? Mi megyünk, gyerünk, Skjel, de lefutod. Tedd vissza Szingónak. Szép, és kapod vissza. Másik oldal. Miért nem megy a Baldi a másik oldalra? Szingótól elvették. Van ilyen? Létezik ilyen? Te ebből látszik, hogy ez egész egy csalás. Ne! Miért előre futsz, Bálde, a rövid volt a labda?
Krisztentel, Kukkel nagyon szeret távol ülni, és amíg ilyeneket lő, addig tartsa meg a jó szokását. De ezek ezt játsszák most, hogy mindenhonnan lőnek. Már össze is zsúdostak 0-98-11 lövésből. Nekünk 3-ból van 0-45. Ez a miénk, ez a bedobás. Vagy nem. Eddig azért volt egy-két nagyon szép labda kihozataluk, most, fú, de közel voltunk. Vedd el, Bádi, vedd. Na, ott majdnem megvolt a csapda, hogy jött ki belőle? Hát ez már nem időkérdése volt. Hát ez... Ilyenkor az van bennem, hogyha így is úgy is ilyen simán átjátszanak minket, akkor mi? Akkor játszhatjuk azért is. Akkor játszunk 4-2-3-1. Igen, nem? De, hát akkor teljesen mindegy. Hát figyelj, minden támadásukból lövés volt. Azt mondom. Bár még ugye most döntetlenre állunk, de szerintem ez jobb lesz. Igen. Az Ascensiót be kell hozni. Igen. Adtak a szingó. De nem mind a kettő oldalon. Ott vegyük vissza supportra a Baldét, nem? Igen. Nézzük hát, meg így. Nézzük. Gól! Persze! Ez, gyerekek, ezt gólt, ezt nézzétek meg, és mindenkinek is eszébe Frank Lampard ennél a gólnál, légy szíves. Minden második gólja ilyen volt Lampardnak. Figyelj, nézd meg! Külöpattant ez az óriási lövés Kokéról. Védhetetlen. Az. Így van, Balázs! Micsoda taktikai húzás! Micsoda taktikai húzás! Az volt. Rögtön jött a gól. A Demand Moore is a 4-2-3-1-re megtette a hatását, és így bepattant a fatiganti sárga. Nem valami ez jó. Korai. Baldi meg rottyom van már az első fél idő végén, kemény. És szingó is. Most amúgy feljebb jöttek. Tehát Baldi és szingó is rottyom van. Egyik sem fontos a játékunkat tekintve, főleg szingó. Ez ne... Jó, az úgy... De akkor vegyük át a labdát! Jó. Jó a meret. Meret amúgy eléggé meccső tart minket. Most nem, ezzel, nem erre a védésre gondoltam, de... Na, hát... Elég sokat lőttek. Nem Veldán. Hát ez most nehéz ugye, mert vezetünk elvileg. Tehát megint ilyenkor sosem tudom, mit kell mondani. Én ezt azt mondanám, amit ajánl. Emberek ilyen korodan izanyan ölük. Jó, legyen. De a Hölund 6 pontot az nagyon kevés. Hát ki, volt két helyzet és kihagyta. Tessék. Hát figyelj, most vissza kell küldenünk még a szing... Tehát nem tudunk mit csinálni. Hát még a Fatikánt itt le tudjuk hozni, de... Ha Fatigant ide hozzuk, akkor Türamot szeretném viszont, mert ő Türam, nagyon Türam, jó. Csináljuk meg most? Igen. De ez már második cserénk, azt tudjuk. Tudom, igen. Még három van. Még kétszer megállíthatjuk a játékot. Jó. Hölund szedje már össze magát. Fú, gyerekek, nagyon kemény. José oda tette ezt nagyon. Bejött Tobias Gulliksen, Kokét levitték büntetésből, mert bepattant róla a labda. Megellőtt 47 helyzetet messziről. A szép szingó, akkor ebből jön a gól. Hölund itt is ilyen hát. Azt hittem rossz helyen van, de nem jó helyen van. Hú, ennyi volt az akciónk. Egyébként háromszor találtak kaput, mi meg ilyen kétszer. Ilyen messzi szabadrúgásra még kell felállni, biztosra. De ember. A fél pálya előtt majdnem a szabadrúgás. Igen. Csak magunkra húztuk őket, ezért minek állunk fel a biztosra? Álljátok fel följebb. Vidd hátra, Jimenez! Vidd hátra! Ez lesz. Az tudja, hogy lesz volt. 1000%. Tehát egyel többször találták csak el a kaput. Na!
Na igen, igen, most lehet menni, de jó, jön a többi játékos is, gyerünk. Miért ugyanott futnak, ahol egy mind a kettő? Ez mi volt? Nem tudom, de miért mindegy. Majdnem fellökte a türelme a Pellegrinit. Nem mondhatjuk, hogy ajtó-oblak helyzet volt. De várjál, 3-3 már a kaput eltaláló, csak szól. Igen, igen. Na itt a gólunk. Fú. Ibanez Bólint. Most nagyon kell egy fejes gól. Todi Bós Bólint, hát az sem baj, bánunk. Krisztán, te Bólint. Na jó, de Paul ne vigye végig, jó? Mert azért nem egy azért, nem egy kis motoron, nem egy gyors vonat. De jól fedezi a labdát. Ez az a beállt ember, Gulliksen, akiről életemben nem hallottam, szokás szerint. Na, megy a... Ment. Figyelj, többször találtuk el a kaput, mint ők. Szerintem Mokoko time van. Mokoko time? Igen, meg lehet, hogy Szoboszlai is. Nézzük meg. Ugye majd még egyszer tudunk megállítani, tehát én most lehet, hogy behoznám Mokokót. 6.40 a Höjlund, ez le kell csinálni. Figyelj, a Szoboszlai helyet, vagy a Szkjelde helyet hoznám a Szoboszlait. Mert Szkjelde is már nagyon ki van. Jó. És a Höjlund helyett a Mokokót. És akkor még marad egy cserénk majd. Ja. A Szingó Báldénak végig kell bírni a hiába. A Szingó, nézd meg már most milyen állapotban van. Jó, hát ez van. De ez egyszerűen van. Végig kell játszani, igen, gyerekek. Having a good game, nem engedhetjük meg, hogy megálló játszanak, az öngyilkosság. Köszönjük, Dédé. Én Gangsta Zoli miatt imádom az Atletikót. Igen? Hát, imádom azt túlzást. De amúgy... Jó. Akkor... Les? Nem les. Ez még a változtatás előtt volt mellesleg. Szóval a Griezmann miatt szeretem az Atletikót, csak, vagyis igazából a Griezmann szeretem az Atletikót. Hát jó, ez, és akkor simán megverte itt Ibanez. Igen, ezt, igen. Most de most csinálni. Hosszabbítás úgy, lesz? Úgy, egy méterről indult. Hát, hogy hosszabbítás lesz, akkor konkrétan a Szingót szerintem oxigén sátorba kell levinni. Hát ezt nem tudom, mi lesz. Izérébe kell levinni a pályáról vastüdővel, hát ami most van a változtatás. Jó, de akkor még majd plusz egy cserénk lesz, hogyha véletlen hosszabbítás lenne, de az egy szögletgólban bízom. Jó, az majdnem megvolt az előbb. Asensio... Kapufa! Jézusom! Oké, most ők jönnek. Ők is, jó. Oké, szóval Szingó, Balde és Pellegrini halottak. Hiszen te haldoklik még csak, ő még nem halott. Öt perc. Majd kéne egy pici gólocska most. De nekünk már, mint igen, nem igen. Az Atletikónak, mert aki megszólal a cseten. Tökéletlen a gólt. Balde utolsó erejével. Na gyerünk, még gyerünk! Egyszer felviszi. Add be Bokokónak az 1 méter 40 centi magas. Oh! Jó! Menj meg minket! Oh. Nem ez lesz az a pillanat, hanem majd most. Feleslegesen futni kell. Majd most figyelj! Á! Ez volt a jelenet? Igen. Most van az igazi Fergie time, ahogy írjátok. Menj már Gulliksen, hallod? Jó, ez fölé simán. Gyenge lövés. Ez volt a 18. kísérletük. Na. Nem jókor játsszuk az egyik legrosszabb meccsünket. Hát ez. Szerintem, és a Digin? Mi? Ez? És akkor nézzük meg, hogy ugye elvileg most kettőt tudunk cserélni. Igen. Egy olyan négyet kéne. Igen. A Szingó helyett, most a Szingót nem tudom lehozni. Vagy le tudom? Nem. A Báldé helyett a Galán? Igen, a Galán be tudjuk hozni. Galán? Ő egy picivel jobban áll. Az legyen meg. Akkor legalább annyi. És még egyet cserélni kéne. A Cristante az teljesen kész van a középpálya közepén. Oda van egy bovénk, de az, hogy a Pellegrini is kész van teljesen, de az nem tud mit csinálni. A Cristante jobban kész van, nem?
Hogy csak én látom úgy? Ugyanannyira van kész. Ugyanannyira. De hozzuk be a bóvét. Tehát most, vagy az, fiam, Szolé is jöhet egyébként. Akkor a bóva inkább. Akkor inkább bóva. Az jobb képás. Jó. Jöjjön. Krisztánteljet? Krisztánteljet. Ennyi. Viszlát. Igen, szingol seggén veszi a levegőt, de a negálót nem hozom be. Ugye? Nem. Hát az, az akkora visszaesés, hogy... Megpróbálok valamit Szoboszlaival alkotni. Hogy ő legyen valami... Ő a playmaker. Playmaker? Mm. Szélről? Mm. Jó. Ezt meg kiveszem. Jó, hát szingóval tudunk csinálni, ez van. Most akkor nem marad cserénk, ugye? Nem. Igen, venni kell. Igen, nyáron, igen. Meg egy mély levegőt. Mukóka. És már a Mukóka ilyenkor már nem olyan jó. Hát most még jó, ő még elég gyors, meg megvan az izéje. Hát már hát úgy értem, hogy neki jobb lenne, hogyha az ellenfélnek muszáj lenne támadnia, de... Hát volt egy időszak is. Volt olyan. Lövöldözünk. Extendinál vagyunk pedig. Nem mutat semmit. Nem olyan történik semmi. Egyik csapat sem akarja. Nem tudom, ki játszunk a következő meccsen, de nagyon nagy szerencséjük lesz, hogy a U18 fog játszani ellenük. Ah, tehát ment befele az Ascensio. Így is jó. Jó, jó, jó. Most, most go! Ne! Mukoko! Jézusom! Na jó, hát oké. Okay. Ezt még hőnúcs hagyta volna ki, hallod. Jézusom! Hát konkrétan a fejbe rúgta a labdával, és üres volt a kapu. Úristen, mit hagyott ki? Rögtön utolértük XG-ben mit az mit hagyott ki, úristen? Hát ez majdnem tuti gól volt. Hát ez volt a meslogban. Hát, jó. Hát ezzel meg igen, lehetett csak volna. Az a Maginó vonal taktika volt, csak egy megburult, igen. A Maginó taktika. Maginó. Csak elfelejtették, hogy az erdőn át tudnak jönni a tankok. De az, ne foglalkozzatok volna. Oké, nekik sima, is meg volt. Sima. Nekik is meg volt a helyzetük. Oké, de ne legyen már harmadik szándékból is az övék, mert másodikból is az övék egyfolytában. Na. Ember. Fújjuk már, ja, még nem fújtuk le. Három perc, egy perc hosszabbítás van, és harmadik, negyedik perc megy. Jó, ha belül, akkor jó. Gólt lövünk! Fú. Pedig ilyeneket már lőd be ebben a szezonban. Csak el tudjuk kezdeni. Itt igen. Már nincs több csere, ugye nem adnak a cserét hát, a félbőbe. Nem. Jó. Fú, hát hallod. Mind a kettő kapunál. Mondjuk nekik amúgy... Őszintén szóval nekik van több jó helyzetük a meccsen, nem nekünk. De az a Mukoko hát az egy 100%-os. Meg a Höylundi az első az nagy volt. Igen. A második az már les volt. Les? Ez viszont les. Nem. Nem volt a gólvonal olyan. Meret! Jézus! Fú, de eszi az idegeimet ez a meccs. Jó. Sima. Sima. Kitől látták ezt a helyzet? Igen. Ugyanaz már múltkor azt mondták, azt hittetek, hogy mi veszünk Mourinho-tól dolgot. Ezt kitől igen. Látták olyan? Ugye ez... Hát, elvileg ezzel nincs baj, mert ott van egy védekező középpályás. És... Figyelj, csináljuk tovább. Már nézd a Pellegrinit is milyen állapotban. Én azon gondolkodom, hogy a végére ne csináljuk azt. De most, hogy menjünk a... De hogy az most... Nem megyek sehova. De most a 11-es sem megyünk? Folyam. Nem. Pont, hogy nem. Ettől jobb lesz a két medzala? Vagy csak nem, egy medzala? Hát de ez védekezőbb. Mint nem, az... nem. Hát nem. Gyakorlatilag három védővel játszunk így, vagy a Bove is. Így. Halfback. De több a izénk. Több a támadó szellemi játékosunk. Hát megpróbáljuk. Igazából 60, mert a kettő szélső is. Már ez szerintem nem fog változni, amit az Inter? Mukoko 6-30 ember. Levittük a 660-as Höylundot, és van helyett egy 6-30. Igen. Nem ő is 6-30 volt, bocsánat.
Mind a két csatárunk jól játszott ma. Ha elmegy a meccs, ezek után Szabi hibája, igen. Nem, csináljuk ezt, csináljuk. Legyen ez. Szabi a... hibája vagy nem, az Atletico jobban játszik, és most is nekik vannak helyzeteik, úgyhogy valamit csinálni kell. Csinálok is, nem látod, egy szép döglött patkány csinálok. Nem tudom. Hát kezdhetjük is, és maradunk annál. Nem, csináljuk ezt. Hát igen, mert így erősebb lesz védekezésben is, meg ha felérnek, akkor talán a támadásban is. Nézzük meg. Na most veszíteni való... Most mert mi? Ugye így most mind a kettő szélső wingback, ezért kell halfback ide. Igen. De... És Pellegrint visszahúztuk a playmakernek, és szóval szerint visszraktam arra, hogy a kapu Szingó már nem tud felmenni az LFA kapujáig. Már senki. De amúgy ők se, remélem. Ilyenkor mindig azon az élek, hogy ők, hát ők se állnak valami fényesen. Oblak még jó. Oblak. De már a Gulliksen is az én veszély levegőt. Tüdő... Huszonhárom lövésük volt, de nekünk is volt 14. Na most egy labdaszerzés, de jó lenne. Ha még valakinek van ereje labdát. Hát jó, visszaértünk. Nem hát. Volt honnan visszaérni. Mert a, jó. Az igen. Az jó, csak ezt előrefele búva legközelebb. Gyerünk, Szingó, húzd Szingó. Meg! Szingó! Szingó már izén fut. Csapágyon. Az nagy. Igen. Les. Nem les! Én is azért vártam, hogy les volt-e. Sima. A Türam medzala. A Türam medzala. Fú. Ez... Nem, de az előző, az volt, előző volt a necces. Várj, ez nem néz ki valami jól. Nem, a négyes belóg. Igen. Ki a négyes? Koke? Nem, ezt már levitték. Rencs! Velünk van a Rencs. És Dominik. Inside forward átlet rakva, és már is Koko előtt volt. Mukoko kihagyta. Na most kérdésem van. Nem. Maradunk ugyanígy? Így, persze. Hát, de most miért? Csak izét állítanék, a szerepeket amúgy nem izét. Taktikát nem állítanék, csak visszavennék a hétszélső támadóról. XG-ben is megvertük őket. Még nem vertük meg őket semmibe. Kivették az idegenből őt gólt, hogy rohadjanak meg. Ó, az ez jó. 119-ben így. Jó, labdaszerzés. Mi megyünk ebből, ez a mi helyzetünk. Ha eleget mondod, akkor valóra válik lehet. Miénk. Egyébként... Hát most nem vagyok benne biztos, hogy miénk. Meret! Még elég érdekesen állt bele. De és miért? Csak a supportot adott. Ja, a supportot azt megcsináltam. Nem váltok taktikát, de? Csak ezt akartam csinálni. És a Szingó teljes nem tud játszani, úgyhogy nem megy előre. Nem? Nem. Nem tud. A Meretnek ára sör, de ez nem tudom, hogy nyújt hozzá. Tehát elég bénál. Ez a Prime onnan átidézte. 6-8 ibány ez. Jó? Már rég be kellett tenni egy időhúzást, mondjuk ennél a szögletnél nem segített volna. De mi? Lepattant a izéről. Nem ért hozzá, Spori! Spori, mi volt ez? Jó, nem kell több jelenet. Ne siessétek el, ráértek. Ráértek, nem kell. Nem kell több jelenet, elég volt ennyi. Oké. Okay. Sima. Szabi, ez sima volt. 12 szögletük volt, 25-ször lőttek, meg 16-szor de mi többször lőttük. Találtuk el a kaput. Hát itt nem akarom azt mondani, hogy volt egy zseniális taktikai húzás a 11. percben. Így kell játszani. Igen, közben négyszer kapja a szigorú, de igen. És hogy a következő három meccsen ne tudjunk játékos. Gratulálok az Internek, a Coppa Italiának a döntőbe jutáshoz. Nem. Nem, az... Hát Szingó biztos nem fog játszani. De most még nem az a meccs, hogy az jön közvetlenül. Szerintem igen. Ne! Nem volt egy smooth ride, az nem volt.
Kirakta tegnap, van ez az XG filozófia, meg egy másik oldal, aki ilyen XG-kkel foglalkozik, és a 4 BL meccset kirakták a hétről, és az idegenbeli csapatok egyik se szerzett egy XG nagyobbat. És oda írták, hogy bárcsak lenne egy szabály, ami bátorítja az idegenben játszó csapatokat, hogy gólt szerezzenek. Tudod, az volt az idegenben lőtt gól. Aha, És a Real Madrid... Real, mennyi? Hát összesen 4-0. 4-0 tovább ment. Bellingham 11-es perc a kamu. Szóval szóval 111 perc. Rens. Róma kap 10 millát. Róma a Real Madrid-dal játszik. Igen. Akik majd nyerték el a ligát is már, úgy látom. Jó. Competitions. Fú. Meg City-Chelsea, vagy Inter-Bayern City, vagy Chelsea. Tehát figyelj, az Inter is fáradt. Nem, lesz. Nem most jön még az Inter meccs. Az viszont nem jó. Én akkor jobban örültem volna, az jön. Salernitana. Hát ezt megoldjuk meg itt a négy nap. Négy nap. Akkor most figyelj, 2 napig mindenki csak pihenjen. Jó, tehát totális. Azt mondja, hogy... Totális resztet. Akkor csütörtökre be akarunk egy resztet. Igen, igen. Nem kell. Így. Pénteken egy kis edzés, meg aztán reszt, és utána a szombaton legyen, ma utaznak vissza a reszt. Figyelj, és az Inter elleni kupa meccse olyan fittek leszünk, hogy simán bejutunk a Coppa Italia döntőbe. Fittipaldi. Aztán Bologna, aztán Real Madrid, és aztán tudtam, hogy ez lesz. Tudtam, hogy az lesz, hogy Real, Napoli, Real. Ez a meccs. Így. Tudtam, hogy ez lesz. Tudtam. Hát ez kőkemény. Szia, Galvinho. Absolutely delighted. José pedig. The fairy tale continues. Tessék. Brilliant. Brilliant feeling. Ha Dominik szóval, hogy még 10 maradásos élném el, az igaz egyébként. A Griezmann 10 éve idősebb, szóval. Aha, igen, hogy többféle szerepet. Multiple igen, az nagyon fontos. És ez a három kérdés 103. volt szerencsére. Igen, ez bőven elég volt. Jó, pihenünk, pihen a csapat. Mindenki pihen. Mindenki táncoló, mint a 90-es években. Pedig a Salernitának a nyörgöm. Mondta, hogy nem top vizében vannak. Nem is látom. Általában őket. Szenvedni szoktunk az alsóvárosok 14. ellen. 14-ek. X-letek a Sassuolo. Gomesnek a fejlődéséről. Na? Hajrá Chelsea. Chelsea tovább jutott. És az Inter is, nem? Extra time-on. Szóval von in extra time. Kaptak a mood, de von. De az Inter is tovább jutott. Igen. Csak 1-0-ra kaptak ki. Úgyhogy Dumfries a 6. percet leküldték. És nem tudott az City két gól annyi, ami hiszen... Fia, nagyon jó az Inter. És csak 3. a bajnokságban. Milyen bajnokságot vezetünk? El lesz tiltva. De csak egy meccsről, nem az egészről, nem? Tehát az első meccsről. Ugye? Igen. Igen, mindeket. Igen, és Vatikanti is, mert ő is sárgát kapott, igen. Úgyhogy őket lehet játszatni majd a Napoli ellen, legalább menet közben. Mourinho loses against former club. Na, mit akarnak szingóval? Új szerző. Ezt mondtam neked, ezt a múltkor mondtam neked. Emlékszel, hogy úgy sok kérni. Adjunk neki. Minden igen, pénzt igen, 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 igen. Discuss new contract. Elnézést kért, hogy ilyet mond, de hogy ilyen szerződést akar. Na, adjunk neki új szerződést. Először megbeszélem az agenttel. Jó. Most is annyi van. Akkor csak az a baj, hogy le fog járni? Hamarosan? Mikor jár le? 28. Hát ez nem annyira hamarosan. Mindegy. Star player. Mert Star player. Challenge-elünk. Challenge-elünk. Na mondom. Nézzük, most milyen, várjál, most milyen pénz fog előjönni. Oké? Okay. Mehet. Szerintem az mehet. Én öreg. De ezt most nem értem. Ezt én sem értem. Hát a világ egyik legjobb posztján. Igen, igen. Adjunk neki 90-et. Adjunk neki, hogy tényleg legyen boldog. Ilyet is csináltam még, meg te se. Ilyet nem. Hogy többet találsz, mint amit kér. Ilyet nem. És most visszatudni, ne, nem kell. Hogy nem kell. Kell, igen, igen. Hogy lássa, hogy megbecsüljük. Így van. Mert itt jönni fog a Real Madrid, meg mindenki érte. Hát jó, van 200 millió jövjetik. Na már Champions League is megvan.
71 millió eurót kapunk átigazásokra, és 2,2 milliós lesz. Na most a van 71... Az most van. Az most van. Hát már most... Igen, tehát uh-huh. Nem adnak többet magyarul. Magyarul, igen. Magyarul tudod, az az, amikor nem költöd el, akkor nem kapod meg a bőre. Az fantasztikus. Mint a kapitalizmusban mindenhol. Hogyha 20 tipőt tudsz csinálni egy óra alatt, akkor legközelebb nem fogják azt mondani, hogy csinálj 18-at. Jó. Beszélünk a title chances-ről a csapatnak. Uh-huh. Mindent meg akarunk nyerni. Na. Tudsz ízelni expectations-t, tudod őket challenge-elni, vagy pozitívan azt mondjuk, hogy... Mi? Mindannyian meg akarjuk most nézni. Ezt a meccset, mint title decider-t? Most mi? Mert nem az amúgy még, csak én ezt szoktam mondani. Jaj, majdnem nyomtam a gombot. Még úgy nem. Vagy ez az ugye az inkább? Az, igen. Az még egy kicsit élesebb. Igen. Oké, okay. És akkor most az van, hogy ezt akartam hallani, mert mindenki pozitívan reagált. Kiéve, ki ez a meret is beszélni, oké, megérztetek tényleget. Köszönjük, Peti. Peti azt mondja, hogy ez a műsor rohadt jó, váratlanul jó. Hát kösz. Jó, tehát itt most mindenki elégedett. Ez a komment, Peti, rohadt jó, váratlanul igen, jó. Ez a legjobb, ki kéne tűzni. Ezt, a lájkodat levegyük? A lájkot jegyezzétek meg, mert új kitűzött komment lesz. Na. Gáspár Csaba kérdezi, hogy betegek vagyunk-e? Hát én, igen. Szabi szerintem egy picit, én meg még kevésbé. Agybeteg én. Az de vagy köhög a Szabi egy picit. Ja, az azért van, mert száraz a levegő. Nem nyomtam be a párásítót. Hát ez elég az a kutya amúgy. Ő a párásító? Hát ahogy liheg. Aha, az tényleg jó. Nincs és is most kikapcsolat a párásítót. Na? Igen. Hát látom, hogy miért tartanak minket favoritnak. Most, hogy elsők vagyunk, kettő meccsel kevesebbel. Biztos, hogy nem amúgy, de... De mi az? Nem lesz könnyű, tudom, a ismerem a kvalitásokat is. Igen, jó, és jó eredmény. Igen. Azért nem szeretem őket dicsérni. Ez nem szabad dicsérni őket. Mert a játékosok biztos. Megsértődnek, hogy miért dicsér az ellenfél csapatát. Azért nem szoktam dicsérni őket. Jó, legyen. Van olyan játékos, aki megsértődik. A pozitív atmoszféra miatt mennyi? Ugye minél jobban játszunk, annál boldogabbak a játékosok. Uh-huh. Ki ez? Nagyon szeret minket. Angel. Igen. Angel. De most miért? Együtt győzünk és Hamilton. Együtt nyerünk. Lewis Hamilton megjött? Igen. We win together, we lose together. Ő is young player, és szerintem a simán a normál playerbe is benne lehet, nem csak a hát youngba. Igen. Deserves to win. De az kell, de legyen a fiatal igen, játékos. Igen, ők nem lesznek, blablabla. Bla, bla. Optimista vagyok az ilyen szituációkban. Kár, hogy nem lesznek, jó, de fantasztikobor tűnti másoknak, hogy... De miért? Hogy veszíteném el? Oké. Okay. Bigger picture-t nézünk. Igen, sok volt a distance, az igaz. Jó messze van Spanyolország, az országtól. Legalább egy másolás repülőutat kellett megtennünk. Hozzá vagyunk szokva. Meg a Satula stadionban az volt egy 40 perc, gondolom. Igen, intangible azt mondjuk, fantasztikus. Absolutely vital. Abszolút, nagyon most, vital. Főleg most ő fog játszani. Kefran Türam az egy... Zseni. Impresszív. Irrepresszívul. Igen. Hát... Vagy ez. Abszolút meg tudja csinálni a különbséget. És ezt várom is tőle. Ki lesz a szériá bajnoka, Viktor? Mi? Azt mondjuk? Uh-huh. Maga biztosak vagyunk? Már csak négy esélyes, de a Milán nem tudom, mit keresít. Hát... A Milán az a mém, amikor a komandósok állnak a falnál, és van köztük egy bohóc. Igen. Az a Milán itt most. Már nézést. Tudom, Forza Milán, bocsánat. De hát nagyon hátul vannak. Miért váltottad a sercsapatodat? Nagyon konfidentnek tűnsz. Oké. Okay. Azt hiszem, hogy minden. Ez egy olyan taktika, amit én még nem használtam soha, úgyhogy meglátjuk, hogy erre mit reagál. Hát önbizalommal kell. Spirit is permanent. A játékosok is ezt várják. Tehát most... Nem ennyi szemben. Értettük, Peti, csak vicceltem én is. Nyugi. Köszönöm. Köszönjük egyébként. Értettem, hogy mire gondolsz. Na meg kell dicsérni a srácokat, Szabi.
És a Mastrantoniot pedig ki kell rugni. A Mastrantoniot az, az egy nem osz, nem szor az ember, úgyhogy... Kéne hoznunk nyáron egy ilyen, egy Kélorna, egy idős kapust harmadiknak amúgy. Egy Deheát? Őt nem tudjuk megfizetni sajnos. Olyan annyira jó. Ő is meg Lingard is nagyszerű csapatokat találtak magunknak. A Lingard az nem is értem, hogy az a mi lett, hogy az mélyment Dél-Kurálva. Azért annál jobb játékos. Hát... De legalább láttam az Insta sztoriaiban, láttam, hogy jó sztorik vannak? Hát jó sztorik. Hát akkor az meg... Az mindennél többet ér, Szabi. Vicces volt, valami étteremben volt, és egy ilyen koreai srácot szívatott azzal, hogy mondjon ilyen angol szlengeket. És utána magá felé fordította a kamerát. És tudod, a koreai srác az ilyen normál öltözében volt, ilyen tréning, azért Lingard meg ekkora aranyúra. Látszott, hogy kiállhat a Premier League-be, nem tudom hány évig a kettőjük közül. Mondom, aha, lementék Koreába. Koreában jó az internet amúgy, szóval. Na hát akkor... Igazolom. Még egy érv. Ja, igen, megnyugertük, hogy többet játszik a türelem. De most is játszott, meg most is játszott. Igen. Köszönjük az emlékeztetőt. Azért rendesek. Tehát annyi meccsünk van, hogy nem tudnak nem játszani. Felépült mindenki. Az egyre ezt megtette a hatását. 4-2-3-1. Itt támadnunk kell. Fel, támadunk. Na most hogy is van most az Inter meccsön, ugye? A Coppa Italia elődöntő visszavágó. Tehát akkor szerintem Türán mehet a kezdőbe. Gomes mehet? Mehet. És Gomes. Hogy játszom. Türán. Legyen egy... De akkor figyelj már, hogyha Türánot rakjuk. Kicsit feljebb. Legyen egy... Játszom a medzalát? Jó. Csináljuk a medzalását. Aztán, ha nem működik, akkor majd vissza. Jó. Csináljuk a medzalását, mert az tényleg megy neki nagyon. És akkor ezt itt két inside forward-ra szoktuk csinálni ilyenkor. Igen. Kettő wingback-kel, ez halfback ugye. Halfback. Az a Cristante. És ez pedig egy deep line playmaker. Igen. Vagy a Fati Kanti. Ki legyen. Defender vagy supporttal meglátjuk. Inkább supporttal. Hát te mondd meg, hogy ki legyen. Viszont te mehet halfbacknek, azt jól csinálja, de én úgy gondolnám, hogy ő és a Pellegrini meg a playmaker. Jó, de a legjobbakat akarjuk itt, nem akarunk Bové-t játszatni, meg ilyeneket? Azt akartam mondani, hogy Bové a halfback, azt akartam mondani. Mert... Bové. Jó, persze. És akkor Fati Kanti legyen a playmaker, vagy esetleg legyen. Még az? Legyen. Jó, és akkor igen, többi? Hát a többi, az a baj, hogy a... Singlet ne játszassuk. Megálló. Hát megálló egyet. Fullback, bizony. És akkor bal oldalon vagyunk. Igen. Ezért volt bal oldalon, igen, a tégyen megálló volt. Megálló. Ahol a Téli Olimpiát is rendezték. Ezt a poént minden műsorban elmondom egyszer. Ugye Galánt akarjuk barátom. Galán, igen. És akkor játszon a Coppola meg a Nianzu. Az ott terébe lájdebe rakni, majd megint elmondják. Igen, nagyon. Na most a csatár kérdés a kérdés. Hát ugye Szoboszlai balra, szerintem. Az kiadét pihentessük? Igen. Jó. Legyen, és akkor elő legyen egy Mukoko. Kezdjen a Mukoko. Megnézzük, hogy mire képes így, hogy kezd. Elől? Igen, ritkán szokott. És jobb oldal. És egy Asensio. Aztán majd a Mukokot behúzzuk jobbra, hogyha kell, és a Hőnudot feltesszük. Szoboszlai jobban szeret support lenni, ott akkor legyen az. Azt mondja Norbert, hogy erre a poéra inkább igen, a sporimi volt, ez kellett volna. Ugye, ami ez, hogy melyik? A spori. Sporimi volt ez! Igen. Vagy? He could have been killed. Irrespective of him having a yellow card, he should be banned for a long time because that was the most dangerous thing I've seen. Na jó, most akkor végig mit mondott a bácsi. Most miért nem kérdezitek meg a Szabit? Hogy hova rugdalja ezeket hát a poénokat? Ha a Sanyit meginterjúvoljátok majd, hogy hova a rugdalja a labdákat? Tette. Meccslabdákat? Mert azért a mérkőzésnek van lélektalan. Te elmondja ezeket a poénokat? És azt nézem. Deep lying. Hogy annak milyen? Post 15, 14. És akkor Bovival akarom összesíteni. 14, saját nevelésű játékosok. A műsornak van lélektalan, ez így van. Na jó, most, hogy beraktam cseréket, most elmentem megint, és akkor mehetünk. Fontos az első szó? Vagyis a gól? Vagy mit szoktak mondani? Mi a kérdés állandóan? Nagyon egy ingat, itt is.
De az nem jó, mert a galán fog felmenni mögötte, neki tízszer fognak elennie. Ja. Ezzel az oldalon lehetünk Inverted Wingerrel, hogy akarunk. Igen, ez is még csillag. Az jó. Nem szeretem, hogy ugyanaz a két oldal. Jó, de a Nagalo nem fogott felszaladni. Hát azért az jó Winger itt, Inverted Winger. Ez meg az nem jó, megy ide, az medzel meg ide fog jönni, szóval elvileg... Elvileg ez egy 4-2-3-1. Hát igen, akkor, technikailag amikor, igen. De hogyha úgy van... Hogy hívják az úriembert? Weber nagyúr. Weber György, mester. Weber nagyúr. Azt is szokta kérdezgetni, hogy mit izgat a másik csávú, csak az már túl hosszú. Hát persze. Média. Srácok, a média, tudjátok, figyelnek kamerával. Tűröm, most... Fú. Make me proud. És? Ennyi? Hát motivált lett. Óriási. Tűröm, most sok múlik. Most medzel átjátszhat, most ott van a helyén. Most aztán tényleg... Hard work. Kemény munka és a professzionalizmus. Igen, csak egy megborult, igen, de te izé vagy, te Sir Alex izé, dialektus saját szakértő vagy. Saját meccsünkre koncentrálok. Nagyon sok dicséretet érdemel. Asensio. Négyben vagyunk a BL-ben, Szabi. Négyben vagyunk a BL-ben. Dobogósok vagyunk. Maggiore. A bajnokságban. Dia. Melódia. Kandréva még mindig játszik. Volt egy Dia nevű barátnőm. Most, hogy Adrián Vitorról már mondhatom. Elment? Igen, az előbb ment ki. Hallottam. De miért nem tud róla, hogy volt barátnőm? De. Hát akkor... Hát gondolom, nem tudom. De szépen ment vissza Bóve a két középső védők közé. Imádom. És attól függően, hogy milyen kedved volt, hívhatod melódiának, paródiának, bármi jó. Ez tényleg jó. Ezért szerettem volna bármikor, hogy szikor nevű barátnak is megakar az után. Előbb azt hittem, hogy mi vagyunk fehérben, de rájöttem, hogy nem. Úgyhogy már jó csapatot nézek. De mi tartjuk előbb a rossz meccs elejétől. És majdnem mondani akartam, hogy nézd, milyen. Nézd. Galán. Egy. Türem. Medzala. Türem medzala. De gyakorlatilag nem adtuk oda a labdát a Szelernitánának, hanem a kezdésből hoztuk idáig. Igen, az elég ahogy Bence mondja, az a legjobb az egész, hogy alig jutottunk ki a csoportkörből. Igen. Az új kör, új izével. Ochoa, köszi! Pocsolya. Ochoa az egyik legjobb haveromnak Angliában, a kedvenc játékosa valaha ever. Hát ez nem csodálom egyébként. És mindig Ochoa képekkel bombáz. Bármihol játszik Ochoa, egyből nyomja Ochoa képeket. Karakter. A válogatottban jobban védett, mint a klubcsapataiban azért. Abszolút. Hát nem kár, vagyis hát kár vagy nem kár, azért így is vezetjük a szériát, szóval hát meg ez én is szeretem a medzalát amúgy, meg amúgy elvileg az a három idős taktika, még nem váltottuk át a két csatára, az dupla medzala volt régen. Igen. A tavalyi szezonban, hogyha visszanézel részeket, azt kitaláltuk oda a dupla medzala taktikát, taktikát, nem taktikát, mindegy. A szép, vedd át, Morci, add be Morci megint, nem akarja, Morci. Morci nem akarja elvenni a labdát, a kezik a lántól már. Türem is jó igazolás volt, így van. Igen, Türem, igen. Csak hát nem fér be sokszor. Mert a legjobb hármas középpályánkhoz az abban nincs benne. Mert ez a Vatikanti, Cristante, Pellegrini, ugye? Előttük Szoboszlai, vagy köztük Szoboszlai még ráadásul. És ugye Szoboszlai három hónap is sérült volt, úgyhogy el is felejtettem, hogy... Hogy jó. A Galán az nagyon jól tartja a szélességet, és senki nincs rajta. Itt a floated cross, Türem. Igen. Jó. Pocsolja. Hát ezt mondjuk hagyhatta volna a társának fejelni. Az Asensiónak. Nem tudom, Gyula, hogy lesz olyan. Kis tessék, Csorics, még nem megtalálta magának való helyet. Igen. A horvát bajnokság utolsó helyzet. Csomagtartóból a horvát bajnokságban azért az szép történet. Az olyan, mint a bébi, akit összeszedtünk állítok az utcáról Portugáliába, és United itt az igazolt. Az tényleg. Is hasonló pénzmosás volt. Na, Morci. Így Gomes, mit csinálj itt? Azt hiszem elhúzza kettőt, hogy elmenjen keresztbe labda. Szerintem nem jobb Cristantinél tudom. Majd összehasonlítjuk. Szerintem Playmakernek a Cristante legjobb a csapatban továbbra is. Cristante nagyon jó. Tehát nem is gondolnánk, de nagyon. Na, a csillagokból induljatok ki. Csillagok. Na, mehet a mélységi. Ott a túloldal is. Ott a galán. Ott a szél. De
Mered... Jó, jó, jó. Szögbe. Jó, jó. Ja, bocs, bocs. Jó, gól. Hát Benzala! Ez... De minden a lábára patta, meg minden a na várj, 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 Csaba. BB vagy Anthony? Várjál, a játékban, vagy az életben? Anthony jobb azért. Várj, 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 először kérdezzük meg, a játékban vagy az életben? BB. Az életben BB, a játékban BB. Ne csak vicceltem, Anthony jobb. Viktor már nem szól ilyet mondani. Hát nem, hát... Jó, figyeljetek Anthonynak, amúgy sem ment neki olyan jól, plusz jött ez a rendőrségi téma, az teljesen... Az teljesen, teljesen gajra tette. Én még adok neki egy esélyt, hogyha nyáron az van, hogy most elmegy majd... Néztem róla a meccset Didier irányítás alatt, és néztem azt is, hogy majdnem agyvérzést kapott. Vezettek 3-0-ra, vagy nem tudom, és majdnem izét kapott. Szívinfarktust kapott a pályamentű, nagyon ideges volt. Igen, igen, igen. Nagyon vicces volt. DDR-ben van izé, van még spiritus benne, hogy a játékosként is volt benne. Hát más volt a stílusa a csapatnak egy kicsit ezeken a meccseken, mint José. Nézd meg Nagalót, ebben az információban még ő is előre megy. Szerintem Greenwood nem fog már a United visszatérni. Ez egy lehetetlen, ez egy... Nem tudom. Azt mondta most az Ineos-os csávó a Radcliffe, hogy majd újra döntést hoznak. Türam? Türam mester hármas? Nem, öngól. Igen? Ha. Á, de kár. Hát lesnek mondja, de nem volt les, mert már látjuk, hogy a Lula mondhatja. De? Kleberson, igen. Vannak ilyen kedvenc igazolásaim a United-ben. BB, Kleberson, Jamba Jamba. Azt ja, én még nem olvastam ezt a Dani Alves történetet, hogy most leültették, de hát a brazil sajtó elég igen. Sokat írt róla, hogy nincs menekvés, tehát olyan bizonyítékuk voltak. Igen, Didi de Rosszival jobban megverték a Frozen Uniót, mint mi, igen. Ez, igen, tudom, nem kell hangoztatni mindig. Na lőd el! Ocsóval mekkorát fogom. Most úgy látom, büntetünk ezen a Salernitánán, elmúlt meccseken elmaradt gólokat. Obertan szörnyű volt, igen. Tudjátok, ki volt még szörnyű, és ezzel mindig vereke, Dong, igen, volt olyan is. Ezzel mindig vitába keveredek emberekkel, de aki nálunk szörnyű volt, és egyébként egy válogatott játékos volt, és Olaszországban, ha jól emlékszem, nagyon jól játszott, az a csávó volt, akit úgy hívnak, hogy Juan Sebastián Verón. Nálunk szörnyű volt Verón. Szörnyű. Ez egy nagyon jó. Kár, hogy akkoriban nem volt FB-ref, hallod? Mert a Heinze nem volt olyan rossz. Ez mekkora? A Heinze nem volt olyan rossz. Ráadásul Heinzét nagyon szerette a Ronaldo, nem tudom, arra emlékeztek-e. Verón volt szörnyű. Verón az szörnyű volt. Heinze, jó, nem azt mondom, hogy megváltotta a világot, egyébként gólt kaptunk közben, igen. Távoli már Jóre bomba? Bevédte. Gomes bevédte. Mikor ijáhatott volna Nianzsó? Kígyó térről, igen. Szóval Heinze nem volt annyira rossz, nem váltotta meg a világot, de azért ezeknél jobb volt a Heinze, mint amiket itt emlékeztünk. De a Verón az... Fú. Na. Jó az. A Verón, hogyha lett volna FB-ref akkoriban, ami egy ilyen statisztikai oldal, ahol mutatja a védekező mozgásokat, vagyis ugye a akciókat, meg a támogat, én esküszöm, hogy a passzhatékonysága a Verónnak akkoriban, mint középpályásnak, hatosnak ugye, most úgy hívjuk, szerintem 70% alatt volt. Én nem emlékszem jó meccsére. Pedig nagyon jó volt, az Interben fantasztikusan jól játszott. Igen. Forránál megvan az a vicces sztori, ugye? Amikor a valamelyik kupadöntőn, de ezt mindig elmondom, de mindegy, de hogy a cipőt levetette vele Ferguson. Igen, igen, mert igen. Mert rövid stoplist vett fel. Na, Mukoka, ez a te stílusod. Kapufó. És annak ellenére, hogy megmondta neki, hogy vegye fel a hosszabb stoplist, azért is se vette fel, mert nem szedte a cipőt. És valami gólhelyzetbe elcsúszott, és aztán rohant be az öltözőbe, hogy eltegye a cipőt, de elkapták. Olé Bayern edző lesz? Hát csak akkor, hogyha kirúgják Tuchelt idő előtt. De aki tölti Tuchel a nyárig, akkor nem lesz olyan. Na, gyerünk, Türam! Türam, Menzala! Semmit nem nőzve, Türam! De be is passzolhatta volna Mukokónak. A teamwork, nem néztük meg. Igen. Ez megint a teamwork. Teamwork makes the dream work. Na, ez nem jó. Fél 60-valahanyadik percben kezdjünk el. A Forlán miatt? Ákos. Áron, Ákos. Úristen, nem tudok olvasni sem már. Ez már a vég. Szóval Áron, a Forlán miatt mondod? Igen? Azt nem is tudtam. Na, lőjünk egy negyediket, jó? Hogy úgy, tessék, csak mondanom kellett. Gól!
Mukóka! Várjárás volt. Visszavonom a gólt. De hogy? Nem tudom, néha beintik, úgy tűnik mégis. De miért? Csak azért, mert les. Illetve szélen tényleg les volt. Szoboszlány. Meghúzza. Igen. Varázsol. Quadrado. Micsoda spillerek. Miénk. Jó, ez a miénk. Okay. Milyen az, milyen magas, most nézem. Igen. Jó termetű. A Bove egy picivel alacsonyabb nála. A Bove az konkrétan egy kisgyerek, nézd már. Igen. És 50-15 méter áll tőle ráadásul. Jó, mindegy, nézzük ezt a gólt közben. Na? Nem. Bejött Pasquale Mazzocchi. Az nem rossz. Nem? Mazzocchi. Nem is jó. Hát, nem a mi szintünk. Hát. Jó. 11-es Pori. Egyértelmű. Kirúgja. Egyértelmű, 11-es. Hát Szoboszlai. Ő is van beállítva. Jó. Mert ugye ezt kielderúghatná még, de hát ő most nem játszik. Úgy nehéz lőni. Na gyerünk, Krampuszok, ezt még lőjük be, aztán elkezdünk cserélgetni. Oké. Okay. Te a türem lőtte. De miért? Ja, mert a harmadik nem nyomtam be. Mert a Mester 3-as miatt van az a izé volt, hogyha már kérdőjön. Igen. Van az, hogyha már két gólya van valakinek, akkor nem veszi el tőle az izét. És akkor megkapja, akkor megkapja. Jó, akkor tudom, hogy le is vihetjük ennek a reményre. Jó, igen, de mindenkit vigyünk le. Már nem maradjon senki a pályán. Nézd meg a híreket, Viktor. Róla szólnak a hírek. Veled van. Tele a sajtó. Na jó, figyelj, tényleg cseréljünk. Tehát nagyon tényleg szépen egy tízes rúgni a Salernitánának, de inkább, inkább próbáljunk meg spórolni az energiával. Igen, azért most... Visszaveszünk, időt húzunk. Egy gyönyörű időhúzás. Mik a hírek? Mik a hírek, Árpi? Mik a hírek, Árpi? Mondd el, mik a hírek, nem kell megnézni őket. Amúgy akarunk cserélni, mert nem, mert egész jól áll mindenki. Hát mennyi? Full pihentetném ezt a... Három vagy négy napunk van. De akkor ilyeneket hozzunk be, hogy Szolé, meg mit tudom. Igen, akik nem szoktak játszani. De a Nianzu Coppolát nem is cserélném le, mert ők különben sem játszanak. Meg a Nagalót sem. Én nem sem. Meg a Galánt sem. Hát akkor én pihentetném a Krisztantét. Fia, az Asensiót meg a Szoboszlait cserélném le esetleg. Ez kell, de... Mukoko, és akkor legyen egy Hölund. Igen. Ha megtalálom. Ennyi. Nem? De mert akkor, hogy ne fáradjanak azért nagyon el. Megvan az elnök jelölt? Milyen elnök jelölt? Amerikai elnök? A köztársaság jelölt. Szegál, ja? Az nagyon érdekes. Gondolom. Izgulok, hogy meg fogják-e választani. Hát igen. Ez mindig érdekes szokott lenni. Ugyanazt Amerikában. Ott is izgultam, hogy mindig, hogy a legfelsőbb bíróságban az embereket beavatják-e, vagy nem. Izgultam nagyon. A többség van az egyik, és akkor akármi van, beavatják, és kész. Rű megsérült pár hétre. És most ezt csak azért olvastam Rűnek, mert annak mondjátok, mert amúgy igen, Street Fighterből én ezt kiskoromban Ryu-nak olvastam. Ryu? Van egy karakter, hát lehetne aki Ryu-nak hívnak, és ti mindig Rűztök, úgyhogy most már Rűnek olvasom. Rű? Rű, az más. Hát gondoltam, hogy megsérül. Egy igen? Pár hétre, mert ott a Mosó-Magyaróvár elleni meccsen láttam, hogy ott nincs jól a térde annyira. Na! Ő a 35-dik! 29-nél tart? Necces lesz a vége. Rasmus. Az ilyen könnyű meccseken kéne 3 gólt lőnöd, és akkor telenél az új Temi Ébrahám. Volt-e aktív pályafutásom? Már most még mindig aktív a pályafutásom. De mi sportra gondolsz, hogy... Aktív újságíró... Műsorvezető. Aktív csat. A választásokra esély leszünk exkluzív? Nem hiszem, hogy lesz. Az Dávidék megcsinálják. Na? Fú, azért szorongott a Salernitán. Én egyszer aktívan voltam egy területi bajnokságon, kézlabdában. Nagyon sok mindent sportoltam, aktívan. De profi pályafutásom nem volt. Azt régebben aktívan sieltem is.
és egyszer elmentünk az országba, és beestem van, amikor lemész a pályáról, és ugye a fák mellett, ott meg is lehet amúgy halni, szóval nem volt annyira vicces infolag. Ott be tudsz esni a fa mellé, ott nem olyan azért a hó, nem olyan, hogy mondják ezt, ilyen tömör. Ja, és így beestem idáig, és gondolod bele, hogy engem kihúzni onnan. Akkor nem voltam még ekkora, csak fel ekkora, de már az is elég nagynak számított. És négy ember húzott ki a izéből, emlékszem. Mukóka! Milyen volt eddig a mai műsor? Zseniális! Igen. Zseniális! Nézd meg a kitűzött kommentet, kérlek szépen, Bence. Ilyen volt a műsor. Jó játszik a közé, a védelme az izének, Szalaritánának. 5-9-5-8. Meg 6-2. A jobbikok azok 6-2-t tolnak. Jó, figyelj, ezt hoztuk, ezt a meccset. Szerintem Sumi kicsit komolyabb pályákon sülhet, mint én, szegény. Valószínű, szegény, igen. Na, Morci. Negálló, figyelj. Negálló zseniális. Ez a szintje. Jaj, Dédé. Köszönjük, Dédé, de válts vissza a szokásos azért szarkasztikus és intrikált formátra. Igen, igen. Nem is áll jól neked ez a dicséret. Türem 9-2. Jó. Már csomóan írják a Tuchelt a Manchester Unitedhez, de én akkor baj lesz. Frusztrált. Well done. De miért vagy frusztrált, Dominik? Mi a baja? Nem Jaj! Hogy nem ő lőtte a 11-es, nem ebből van baja? De azt adott egy gólpassz. Nem elég neki? Nem kerülhetjük el azt a megállapítást, hogy ez egy nagy eredmény. Kaptak egy pihenő napot ezután? Még nem döntöttem el. Ezt mindig azt mondjuk erre. Empatikus győzelem volt, volt. Exceptional performance. Nagyon fantasztikus, kiemelkedő, rendkívüli. Jövő héten Viktor énekli a BL-in. Na, még gyorsan nyomjuk az intermeccset. Igen? Aha. Még azt próbáljuk meg? Még azt a kupát? Persze. What did you make of technical metal? It was a sort of match. Ezekből tanultam. Türem, hat-trick, outstanding footballer. Outstanding. Great meccse volt. 4 interception, 3 tackle, 2 header. Miért? A menedzserek nagyon szeretik az ilyen játékost. Manaher. Az Inter után már rájön? Na. Vagy még nem? Az Inter kikapott. A Napoli nyert viszont. A Napoli nem akar esetleg nem tapadni, mint egy pióca? Már legyen van velünk, igen, még 5 meccsük van. Napoli jön velünk. Egyfolytában. Bologna lesz utána, és utána van a Real Madrid. A jövőti adás... És a Real Madrid után a Napoli. A jövőti adás, ne hagyjátok ki, mert ott eldül a bajnoki cím. Ha nyerünk, akkor eldül a bajnoki cím. Igen. Ha kikapunk, akkor megy tovább. Meg a Bologna is. Fú, nagyon kemény. Milán Frosinone. Jó, nem olyan meglepetés. Jó. Ilyen játékosaink vannak. Ez is nagy igazás volt az a csávon. Hát ez... Fizikálisan egy vadállat. Brutális. Brutális. De 16-os technikája is van, tehát azért... Csoda, hogy belőtted az izét. Igen, igen. De azért neki kellett lőni. Azt mondja, Dédi, a bajnokságban már nem lesz fekete leves. Hát az jó lenne. Most ezt léted... 3 hétre kiesett. Akkor, amikor annyi meccsünk van, hogy belehagy. You have nice abdominals, ahogy Cristiano Ronaldo mondaná. Ezt mondta. Martin Wittikre kell ránézni? Wittik? Nézzük meg. Egy T. Kristály Palasz. Egy szkalpolás. Látod, hogy 22 évesen 60 millió, na az már jó játékos. Az jó? Hát jó, de Angliában mindenki többet ér. Az igaz. Szingó örül az új kontraktjának. Na hát ezt reméltük is. Köszönjük, Szingó, nagy játékos vagy. Mit tettünk hozzá? Felment 93 millára. Óriási ez a futballista. És még mindig csak 24. Tottenham, van olyan játékos, amit a Tottenham nem akarom úgy? Figyelj, Javi Galant ki akarja. Real Madrid. Tottenham. Bournemouth és Al-Ain. Grazie, tehát nem akar senki se, azt gondoltam. Csodálkozom, hogy a Höylundé nem jön senki amúgy. 27 gólt lőtt idén. Na. Jó, de nincs meg beszélj az Interről. Biztosan amúgy nem, hogy 34 gólt, és felbontjuk fel a szerződést, mert nem lehet a 30-et. Hát, ha a mi játékunkat játsszuk, akkor lehetünk még jobbak is. Sosem futok el challenge-ról.
Jaj, a kihívásokat nagyon szeretjük. Imádom. Szeretjük a nyomást. Igen. Surprising defeatjük volt a Fiorentinán ezek szerint. Nem, ne, arra nem fókusz. A Rómára fókuszálunk, az, hogy mi van velük. Persze. Ezt remélem. Ez az, a... Azt szeretem, hogyha mi játszunk a igen. Az, frontfuton. Ez, tehát, a preferenciák. Ez a preferenciák. Ha mi kezdeményezünk, azt szeretjük. Nathan has scored 3 goals in 3 matches against Roma. Az Inter játékos? Ez... Nem tudom. Nathan Bernardo de ez az a védő, aki az valóságban a Napoliban van? Igen. Lehet. Teremtő Viktor, hát igen. Brazil. De, hát, de tudom, hogy... És előtte úgy látom a Red Bull Salzburgnál volt? Ez nem tudom, honnan van ez a fotó. Vagy a Red Bull, valami Red Bull. A Bragantino-nál. De miért van Brazíliában. Brazíliában a Flamengo-nál volt, és utána a Bragantino-nál. Hát ez nem érdekel. And very hát nagyon, hát az annál magabiztosabb nem vagyok. Single, happy. Mainly happy, because he can put an... Igen. Végre, vége, nincs pletyka, itt marad nálunk, 200 millióért eladjuk. Ezt nem lehet. Natannak az vályfutásán van 4 gólyabból, 3 ellenünk. Igen. Egy igazi izé. Igen, igen. Hogy hívják a Boldú. Fú. Aki nem tudja, ki ez a Boldú, az nézem vissza a régi adásokat. A kis Boldú. És 2 nap után a Bologna. Másik ákon ki volt? Juventus? Valaki. Na, mit akarunk játszani? Menjen ez, ami az ellen volt, vagy menjen a... Amit nem tudom, mit akarunk. Mi legyünk, bátrak legyünk, vagy óvatosak? Most otthon vagyunk, ugye? Ez legyen ez. Ez egy BL4-es csapat. De otthon vagyunk. Igen, igen. Mennyire ez? Jó, BL4-es csapat. Gondolom, hogy Højlunddal kezdünk. Hát, itt most a legjobbak. Nézzük meg, hogy ő hogy állítja össze. Hát, ha nem kell olyan sokat variálni. Fú, mondjuk elég jól néz ki. Szoboszlai nincsen. Szoboszlai nincsen, de most játszunk így, mert a Skelde bal oldalon azért erősebb, megvannak az összeköttetések, Pellegrini Cristante, a Türám Medzalában van. Figyelj! Ja, és a Singót felnyomjuk. Singót, igen, attack wingback. Csak az nem kell. Az nem kell. Mennyi vonal? Fú, csoda, bátorak csoda, legyetek. Csoda. Igen, azok vagyunk. Bátrak vagyunk. Legyen tánc. Köszönjük, Dédé. Reméljük, hogy lesz. Akkor hajrá. El kéne húzni a nótájukat. El. Ezzel összetörnénk teljesen őket, és már a bajnokságban kiszállnának végleg. Bár hogyha most kikadtak a Fiorentinát, azt nem is figyeltem. Hát gyakorlatilag kiszálltak. Kiszálltak. A Natán már megint. Minden egy nevűtől félek. Fabián, Natán, Ronaldo. Ez legyen. Vagy a média. Lehet a média is. De rányomunk egy ilyet, és akkor Skelde is... Igen. Tessék. Mennyire fontos, hogy kilövi az első gólt, Viktor? Ez egy always. Ez egy az új kérdés, ez most egy DLC-vel letöltött. It's always. Ez most küld be a játékba ez a kérdés. It's always. Derbi nap van. Hát igen. Mennyire várod, hogy... Személyesen elderbezel? Mindig is szerettem az ilyeneket. Milyen a hangulat most a campben? Great place. Great place. Nagyon jó itt lenni. Na. Most pedülök ennek örömére. Ó, Barella, igen. Barellát el kéne Barella! Hozni. Barellát el kéne hát hozni. Én már mondtam nektek, 2 állam igazolásom van a szériában. Barella és Chiesa. Ez a 2, imádom. Pavard, hallod. Az anyukája kiharcolta neki a kontraktot? Hú, azért ez nagyon kemény meccs lesz. Hát ez konkrétan a legjobb csapat az olasz. Most tudom, hogy a Napoli igen, barátom, igen, de igen, a legjobb igen, csapat igen, Inter. Abszolút. Legjobb keretek, úgy mondom. BL4, mint mi. Tényleg lehet, hogy olasz döntünk, lehetne Ibanez. Tessék, korai! Be sincs rakva, izé, getztokni. Ott. Jó, nem történik semmi. De akarjuk, hogy történjen? Mi az a CDK, az micsoda central defensív középpályás? Vagy mit a CDK alatt? Húzd le! Oké, mehet a kontra. Nem, nem megy. Pedig... Quick izé van neki barakva, hogy tegyek így gyorsan. Ja, úgy CDK, jó, de jöjjök, oké. Okay. Charles de Ketelare. Na, na, Türám, 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 Türám! De gyönyörűen vitte oda be. Nyár kivédte.
Ez a Türen kérte, hogy ezt játszassuk, ugye? Emlékszem? Hát, mondta, hogy ő azt szereti. Jó, csak nem volt ilyen feladatkör a taktikánkban, azt mondom. De ő tudta, hogy mi bejön. Se a 4-2-3-1-ben nem volt ilyen, se az ötvédősben. Ebbe lehet ilyet csinálni a jelenleg. Türen úgy lefutott itt az előbb, hogy lement félre a tüvecskéje. Todibó. Jó, mehet az akció. De ne egymást! Ne egymást! Türem! Hát a single elé... Az megvan. Ritka hiba lett volna. Ennyi volt az akció. Ó, Türem is kapott egy sárgát. Minden Türem. Mindenki Türem. De nem a mi Türem. Kefran Türem, a másik. A másik. Türem. Ott jó. Van. Gyerünk, Zingó! Zingó. Todibó. Az se jó. Meglódul. Vissza, Zingó. Op. Ajaj, jó, nem, oké, nem. Vissza szingolnak. Igen. Nagy játék. Jó. Egyből tovább. Jó. Vagy az is jó. Persze, oldalt voltak a busz, és kifelé lőtt a labdát. Barella megsérült, nem is figyeltem. Innentől sima lesz. Hát, ha lecsiklik, akkor lehet. Én nem mutatja még. Jó, háromszor eltaláltuk a kaput. Most itt van idegen belőtt gól, vagy nincs a kupában? Szerintem nincs. Jó, mindjárt kiderül, hogy miket lehet nekik mondani. Nem, nincs. Mondjuk azt, hogy favoritek vagyunk. Én lehet, hogy azt mondanám, hogy nem vagyok boldog, és hogy szedjék össze. Az is jó egyébként. Az is jó. Na, hazai pályán vagyunk. Tehát itt... Uh-huh. Oké, okay, ez... Uh-huh. Igen. Uh-huh. Jó, de eddig nem volt kaput eltaláló. Most lesz. Ne bánsd! Ezt viszont zárd le! A Csalhanoglu azért az kemény. Az jól lő. Centrál Dominikai Köztársaság, igen. Az Zealand skinjét, hogyha nézel Zealand videókat, a leírásban van neki téve. Ne! A link hozzá. Barella tényleg a leírásból, sérül. A leírásból töltöttem. Az les volt. Les volt. Az les volt. Les volt, be is intette. Szóval a leírásban ott van a link neki mindig a videókból, amiket feltölt. XG-ben feljöttek rá. Szívesen. Na gyerünk, Zingó! Azaz! Szerde! Ez hangos. Bocsi, Marika néni. Negyedszer találtuk el a kaput. Még egy szomszéddal csodálkoztam, tudunk 3 éve. Tényleg? Nincsenek szomszédok? Hát elvileg vannak, hallom őket. De ez egy kísértett ház? Na, hallom őket néha. Hát a kísérteteket. Nagyon néha olyanokat is szoktam hallani, amik nem szabadna. Opa. Igen. Op. Asszenzió hullófa levé. Zommer eltörhetné a kezét, már elnézést. Ötötször találtuk el a kaput. És labdaszerzés, gól. Tudod, mi szokott ilyenkor jönni? Nem. Barella még mindig... Olyat ne is mondjál. Barella még letaposhatnának egy picit a lábára, hogy valami. Nem akarom, hogy eltörjön meg ilyenek, de ma ne játszom. De... A Napoli ellen játszom, ellenünk. Most komoly? Szép a blokk. De a Barella sérülten is ennyire jó? Igen, a Lazio szurkolók azok, akiket nem kell hallanom, igen. Fú, gyereke. Senki nincs. De miért nem megyünk ki rá? Most a nagyon régóta adogatnak, hogy kezdem unni. Utána ilyen jól jó. Agasszi adogatot. De semmi nem volt. De most ez milyen hosszú jelenet? Most tényleg a bedobás? A bedobás az mindig veszélyes, át fogják hívani hosszúra. Nem, jó. De akkor induljunk meg! De miért ilyen rövid a passz? Őrünk Ted lesz. Az szép. Na, ez nagy játék viszont. Na, és most már ott létszám fölén, gyerünk, megy a szingó. Jó, szerezzük vissza legalább. Egy ritka rossz passz szingótól. Milyen is van, látod? Szingóban nem játszik jól. Nem, 2-2-t játszik. Oké, jól játszik. Az azért nem olyan rossz. Nem tudom azt mondani, nem játszik jól sajnos. Figyelj. Az nagy, az igen. Jó. De... Miért nem akarunk ott? Akkor indulj meg! Az! Úgy van! Gól! Nem tudom, hogy játszik hozzá a szívből. Kihasszott a kis gólpaszt. Kis gólpaszt is gólpaszt. És itt még ez, hogy... Itt beindul az Asensio, fantasztikus. Ki ez az idióta? Csalhanoglu. A Csalhanoglu. Csalhanoglu, és fú, nagyon pontosan lőtte. Maradni fog a Sensio. Hát reméljük, hogy mindenki marad. Egybe tartjuk a mezőn, az izét. Dinasztiát építünk.
Nézzek, hova akarnának menni, Olaszország legjobb csapata vagyunk. Hát innen sehova, BL4-es csapat. Este csak a izébe engedem el őket. A Cityben vagy a Real Madridban, a többi az gyengébb nálunk. Na gyerünk, Szingó, adjál még egy gólpaszt, azaz! Szögi? Meg mekkora paszt adott a Szingó megint. Otthon jó, Szögi. Helyezette volna, igen. Felsőnyi utalatba felé, ilyen. Na jó, a gólok. Jó, mi legyen akkor most? Nem tudom. Belenézzünk, hogy ki van, ki nagyon fáradt. Barella, de őt nem cserélem le. Skelde helyett Szobi. Hozzuk? Hát Skelde fáradt, kérdezted ki a fáradt. Jó. Fáradt továbbá, Türam. Hozzuk akkor, van ott még emberünk, nem? Hát van a, hát azt hogy csinálj, hogy Pellegrini megy medzolába. Igen, és jön egy Fatit. Feljében Krisztantá, és Fatutantitba hozzuk. Igen. Igen. Igen, és még? Az Asensio is kicsit fáradt, de oda nem tudunk senkit cserék. Hozni. Szingó... Vagyis hát a Mukokót be tudjuk hozni. Ja igen, hozzuk. De ne hozzuk. Ne? Vagy hozzuk? Hát hozzuk. A rohanós. De az Asensio zseniálisan játszott igen. Azért. A Szingót szóval sok eszén nem tudjuk csinálni. Szóval... Nem. Jó, maradjon ennyi. Így. Kik vannak még a BL-ben? Hát a másik ágon az Inter... Inter... Chelsea? Chelsea. Inter Chelsea, és Real Madrid Reállal játszunk. Bastoni is. Nagyon helyes. Barellát az csapágyasra, úgy van, hogy ők is vele, kész, hogy nincs nála jobb, úgyhogy ez van. Na szerezzünk labdát. Egyszer találtak el eddig a kaput, mivel 6-szor. Ne mondogass lesz, mert a második búgul lesz. Nem lesz második. Ja. Carlos Augustóra nem akar valaki... Meret jössz és lehúzod. Úgy. Micsoda kapus. Addig jó, míg a Natánnál nincs labda kapunk közelében, mert az a végünk van. Tehát csak szögletnél lehet, hogy... Hát... Jaj, azt mondd berakva, hogy gurítsd ki a labdát védőhöz, ember. Szép. Csak mondom. Figyelj, mert második szándékból akartuk. Dominika. Jó. Dominik, gyerünk, szép. Jó. Pellegrini. De be lehet lőni. Is. Lehet is lehet. Időhúzást nem akarsz, gondolom. Fermeren is kapott egy sárgát. Oké, okay, most már nem rakunk időhúzást. 95-ben. 91-ben. Carlos. Nem akarok hosszabbítást megint, köszönöm. Ott a Dominik. De miért nem a szoboszainak... Aj, jó, mindegy. Jó, nem kell több jelenet. Nem kell jelenetet rendezni, kérem. Ne rendezzünk jelenetet, elég volt. Spori! Nagy levegő, füty. A bornál án vagyunk, a szurkunk nem vagyunk C-pluszon. Szurkunk utálnak minket, nem tudom, külföldiek vagyunk azért biztos rasszisták. Nem, mert Zsozé miattunk ment el. Na, kupa döntő, well done lads. Igen, azt hiszem, hogy itt tudod mi néz ki, Szabi? A Róma történetének legsikeresebb 30 szezonja. 30 kompetitív meccse vagyunk veretlenek, most kaptuk az achievementet. Csapt. Csapt, igen. Hát team is functioning like clockwork at the moment. Jaj, óramű pontossággal működik. Mint a Schaffhausen, ahogy apám mondaná. Igen, azt mindenki élvezte. Itt, igen. Minden elismerést megérdemel. A Sensio gólja megérte a belépőt, és a AC Milan ellen fogunk. Milánnal játszunk. A Juventusnak sikerült kikapni a Cambiaso, bocsánat. Cambiaso. Ott a CDK. Igen. CDK. Tudom jobban jön. Nem rossz, de öreg, és van néhány jobb játékosunk. Öreg. Na jó van, srácok. Innen folytatjuk jövő héten. Single impresses. Nyomunk egy mentést. Igen. Viktor összefoglalja, hogy mi történt. Fú, nem is tudom. Minden meccset megnyertünk. Az Atletico ellenit azt nem. Ott igazából rendes játékidőben kikaptunk, ugye? Igen. De aztán jött a hosszabbítás. És nézzétek meg, itt tekerjük vissza egy picit, Szabi, hogy hol van a vesztes meccsünk. December 11 az Ajax elleni BL meccs. És azóta 30 meccs óta vagyunk veretlenek. Volt egy-két szoros. A BL-ben a négy között a Reállal játszunk, a Coppa Italia döntőben a Milánnal játszunk, és a következő adásban pedig lesz egy Napoli elleni gyakorlatilag bajnoki döntőnek beillő meccsünk. Yes. Ennyi. Még mindig kettő meccsre kevesebbünk. Igen, de ha ott nyerünk, akkor megvan a bajnoki. Na nézzük a Napoli, kivel játszik még a Genoa, velünk, Monza, az Atalanta nehéz nekik, meg mi. Igazából. Igen.
Nekünk viszont van még... Nekünk még sok meccsünk van. Még van Milán, Inter... Inter, Atalanta, Milán, Lazio, Napoli. Nekünk még nagyon nehéz meccseink van. Még amikor... elveszíthetjük a Musimán. Igen, de a Napolit meg kell verni, és akkor nem. Viktor, készülj fel a Milán Musz szövegéből. Igen. És Gergely, jók voltunk, köszönjük szépen. És köszönjük, köszönjük. Mindenkinek, akik itt voltak. Like, like. Nem mentek egy lájkot, különben Viktor... Like, fú, nincs like. Mennyi like, lesz nincs like. Nincs like. Nem látod, mennyi a like? Egyáltalán nincs like. Nem, most nem mutatja. Majd meg nulla darab a like. Hát. Ki vagyok? Nem hinném, hogy nulla darab. Na jó, jövő héten találkozunk ugyanak. Ja nem, bocsánat. Ó, de jó. Jaja. Jövő héten szerdán leszünk déltől. Szerda dél. Szerda, szerda dél, igen. Adjátok tovább mindenkinek, jövő héten szerdán leszünk. Szerda. Már szerda, szó, szerda, milyen, szerda. Szerdán leszünk. Hát te mondtad, hogy szerda. Tudom, de miért is? Várj, most azon gondolkozom. Egy olyan dolog, amit el lehet mondani. Tudom miért. Mert csütörtökön rázókő lesz délbe. Na, tessék. Indul az F1 szezon és a beharangozódást úgy akarták, hogy hamarabb. Úgyhogy szerda dél. Szerda jövő héten szerda. És 64 like van, azt írta Tamás. Köszönjük. Elég kevés. Sziasztok. Elég kevés. Bármit mondtam volna, elég kevés lett volna.